Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! This is Previously on Morning Show. Ez itt a Best of Morning Show. Tegnap véget ért egy műsor, és szerintem valaki olyan nyerte meg, aki egyébként baromira megérdemli, nagyon szimpatikus, és kis túlzással mondta, hogy 20 évet várt ő erre, hogy ekkora sikert arasson, és ennyire szeressék, és ilyen szeretet vegye körül. Ugye véget ért tegnap a nagy duett, és Pakman Péter és Péter Szabó Szilvia nyerték meg ezt a hosszú-hosszú versenyfutást, a hosszú-hosszú sorozatot, és szerintem egyébként abszolút megérdemeltem. Most már mondjuk. Megérdemeltem. Kezdte. Megvan az első adás, hogy kiderültek a nevek, és akkor így azt mondtad, hogy gyerekek, hát a Pakman, hát az a híradós fiú. Hogy? Hát hogy kerül oda? Mondtad ezt. Igen, és már az értettem. Igen. És már az elsőnél látszott, hogy végre kiszabadul ez az ember. De az elsőt még nem hitted el? Azt még nem. Igen. Azt még nem. Csak az adrenalinnak tudtad be. Igen. Biztos izgulsz szegény. De aztán hétről hétre hozták, ügyesek voltak, szimpatikusak voltak, cukik voltak, és én azt hiszem, hogy a döntőben nem volt olyan pár, aki ezt most jobban megérdemelte volna. Nem? Mindenki, aki már odáig jutott, hát azért ez egy nagy menetelés, de az, hogy a Pakman ezt így behúzta, hát az zseniális. A kicsit mogorva, szigorú, mosolyogni nem tudó híradósból egyszer csak egy ilyen egy szerethető pali lépett elő, nem? Így van. És megláttuk Pakman Péter valójában, hogy ki ő. Egy kis izgulós ember, aki rockstar akar lenni, odaászott, elhiszed magadról, hogy te tényleg jó vagy, rockstar vagy, és egyébként tényleg az vagy ott abban az egy órában. Igen, mondjuk a híradó pont az a műfaj, ami azért nem adok oda arra, hogy olyan nagyon sok mindent megmutassál magadból. Igen. Nem? Igen. Kicsit szigorúnak kell lenni. Ott is szokott lenni. De az is egy viszonylag azért behatárolt dolog a személyiségedből, annyi minden nem derül ki. De ebben a műsorban nagyon váratlanul jól szerepelt. Azt, hogy a Szilvi jól énekel, azt tudtuk, hogy jó az ilyen típusú műsorokban. De nagyon drukkoltam én is. Meg nekik. Ami komoly, hogy a kettőjük közötti összhang, tehát egy duettnél azért ott nagyon együtt kell dolgozni a két énekesnek. Igen. És az is tök jó működött. Igen. Az összhang a két ember között. Na, itt van a vonalban Pakman Péter, hello! Jó reggelt! Sziasztok! Jó, csalom! A nyertes a bajnok, a király! Kis túlzással azt mondtam, de azt hiszem, talán pont tőled olvastam egy interjút, hogy 20 évet vártál tulajdonképpen erre, nem? Hogy az emberek megállítsanak, megszólítsanak, gratuláljanak, hátba veregessenek, mert eddig a szigorú híradós voltál tulajdonképpen. Hát, igen, bent voltam a nappaliban nagyjából minden este, vagy legalábbis sok este, és akkor ott, miközben vacsoráztak, ilyen szürke zakóban, nyakkendőben mondtam ilyen egyenhangon, ahogy most is beszélek veletek, rossz híreket az áremelésekről, meg a katasztrófákról, és valahogy ez nem hozta azt, hogy a benzinkúton, vagy a boltban megállítson a néni, és megkérdez, hogy mi lesz este a híradóban. Mert mit, Németh Lajos megkérdezik, hogy milyen idő lesz este, az oké. Okay. De én nem voltam ilyen szempontból népszerű, és ez most tényleg marha jól esik, hogy így a gyógyszertárban azt mondja a néni, hogy tudja, hogy jó a hangom, de hogy hétvégére van egy kellemes milyen hangszállazító tablett, azt szopogassam el, és legyen rendben, és az odaadja nekem ingyen. Tehát azért ilyen soha nem volt. De helyesek. Igen, de hát jó. A híradó azért, erről beszélünk, az egy kötöttem műfaj. Tehát ott egyszer csak darra fakadnál, mosolyognál, vagy a térdedet csapkodva jönnél vissza egy anyagból, hogy ez milyen jó volt, azért az ember azon meglepődne. Nagy buli volt tegnap? Mert tudom, hogy volt stábbuli. Volt stábbuli, az tök jó volt. Igazából most aludtunk 3 órát, de hát ilyenkor az ember így lubickol, vagy fürdikentben a dologban. Most tök jó, hogy veletek is beszélhetek. Tényleg marha jól esik. Nem tudom, ez biztos ilyen nagyképű dolog most, hogy azt mondja az ember, hogy jól esik a népszerűségnek, tetszik neki ez. Bár nekem egyszer azt tanították, hogy tök mindegy, hogy hol dolgozol, de hogyha egy cikket írsz, és nincs ott az alján a neved, és azt téged nem zavar, akkor hazudsz. Tehát, hogy azért nyilván olyan szakmát választottunk, ahol ebben ennek is szerepe van. Szóval jó, nagyon klassz. Na és mi volt veletek napi stábbulin, Berger? Föláltál az asztalra, lerugdostad a poharakat, lógtál a csilláron? Nem, de képzeljétek el, hogy az a csillár engem tényleg fejbe vágott. Azt a nézők nem látták, csak a kaszájék, a herről beszélünk, ugye az Eiger Lágerról, hogy úgy volt megvágva, pont úgy jöttek a kameravágások a élőadásban, hogy nem látta senki, de én tök jól begyakoroltam azt a mozdulatot, hogy meglendítem a csillárt, aztán kikerülöm egyszer, meg még egyszer, aztán Szilvi szemeiben nézek, mert hogy ott volt egy pici szöveg gondom, hogy ő esetleg sugjon, hogyha ott eltévesztem, de nem kellett, de annyira néztem a szemébe, hogy egyébként ez a csillár úgy megtaszajtott, hogy majdnem amikor előről jött, vagy amikor már jött visszafele hátulról? Nem, jött, szemből jött ráadásul a csillár, és nem vettem észre, hogy jön, mert annyira lefelé néztem, és ugye magas pali vagyok, és tényleg homlokon csapott, csak ezt a nézők nem látták, és valószínűleg nem értették, hogy a kaszáik miért röhögnek, de akkor átcsapott ez a csillár, mert ugye lendületből meg hát egy súlya is van, vágódott a fejemhez, hogy tényleg majdnem leestem, amúgy sem volt stabil az asztal. Az erős lett volna, hogy
az Barázs Média produkciónak. Schindler az erős tetem. Figyelj, a stábotokban dolgozik a főszerkesztő, a Forgó Laci, aki egyébként velünk is dolgozik, mint szerkesztő. Életben van még? Életben van, nagyon szeretjük. Igen, tegnap este ő is iszogatta a sörait, és nagyon-nagyon kedvesen végre. Hogy ma nem jön be, mondom, Laci, akkor én ezt készpénznek veszem, engedd el magad nyugodtan, de hogy úgy hajnalban, amikor átléptél rajta a kijáratnál ilyen fél hat körül, még lélegzett? Vagy meg volt? Lélegzett élet, és egyébként nagyon kommunikatív volt, mert ő nagyon távolságtartó volt velünk végig a széria közben, és nem nagyon akart senkivel sem haverkodni érthető módon, és a dalok kiválasztásánál is nagyon kemény volt, és mindig az anyukájára hivatkozott, hogy ha ez az anyukájának tetszik, akkor az a nézőnek is tetszik, és a végén én már mindig azzal húztam, hogy a anyukádnak akkor ez bejön ez a dal, vagy nem, mert akkor válasszunk így ezek alapján dalokat tovább. Mindig anyára hivatkozott, cuki volt. Figyelj, mi jéghideg profikkal dolgozunk, itt nincs helye érzelmeknek. Én a mi stábunkban mindenki profi. Bemegy, letolja, a távolságtartó, majd a bulin. Amúgy árva gyerek volt, egy mózes kosárban találták Vecsés határában. Az egész sztori kamu. Érdekes egyébként, hogy milyen fontos, hogy valaki megnyeri, mert tulajdonképpen effektíve ez a díj semmivel nem jár, de mégis azért egyfajta elismerés 8-10 hét után, hogy az ember ezt megnyeri. De hát ez egy jelképes díj tulajdonképpen, nem? Semmi olyan plusszal nem jár, hogy az ember kap valamit, nyer valamit, nincs. Hanem csak egy ilyen jelképes elismerés a munkátoknak, mégis baromi fontos, hogy az ember nyerjen. Hát annyiban jó, hogy most beszélek veletek, és ez nekem egyébként egy tök jó érzés, hogy tudunk dumálni, mert azt tudom, hogy szoktatok rólunk is beszélni. Hát mi mindig nézünk téged, és látom, hogy mennyire szenvedsz azon a mokkás kanapén állandóan menetszik. Mi mindig könyörgünk, hogy adjanak neked egy másik kanapét, mert rossz nézni, ahogy ülsz rajta, hogy baromira szenvedsz. És most tudunk erről beszélni, így van, tehát ez egy tök jó dolog. A másik része meg, hogy kiszámoltam, hogy egy-egy dal, az nagyjából 12-13 órányi meló volt, kötelező táncolával, kötelező énekórával, kamerapróbával, szárazpróbával, mit tudom én, mikkel együtt. Úgyhogy tegnap a három dal az volt 36 óra, ami azért, hogyha ha belegondolunk, az már konkrét munkahét. Igen, a végén ugye egymás dalait vettétek át, és mindenki valami olyat adott elő, amit már valaki előadott. Az is nagyon, nagyon helyes volt. Hát volt benne meló, azért az látszott a próbákon, a szövegtanulás, kicsit a táncnál is, ugye, hogy azért, hogy megmozgattak téged. Tehát azért egy összetett dolog hétről hétre készülni. Hát igen, meg ez a macis testalkat, ami nekem van, és ugye a kasza mindig ezt húzta elő, hogy hát a pocakon meg minden. Mondjuk az ő szájából ez elég erős. Igen, el lehet fogadni, hiszen hazai pálya számára ez a ebben abszolút sors közösséget tud vállalni veled. Igen, hát nagy meló volt. Csak a Szétriben a stáb vissza, ugye a szürke hétköznapokban tulajdonképpen vége, ugye? Így van. Éppen most egyébként Gönci Gábor elmegy szabadságra, úgyhogy én leszek helyett a tényekben. Most ilyen hamar? Ilyen még csak most kezdett, Mászabira megy? Hát mi az Isten történik ott? Jó fizikus, nyaralni. Komolyan mondom, most ült be, Mászabira megy? Hát ilyen jól nálatok dolgozni. Istenem, azért egy erőteljes visszalépés Péter Szabó Szilvia után megint a Rogánnal, meg a Szijjártóval találkozni reggel. Kétségtelen nincs olyan szép szemük, meg nem olyan kedvesek. Igen. Figyelj, Haknik fellépések legény búcsúk elképzelhető, mert néhány sztár már ugye arról beszélt tegnap, hogy talán az énekléssel folytatja. A Keleti Andi is azt mondta, hogy hát elnézést kér a rokonoktól, de ő lehet, hogy akkor hogy énekelni fog. Ez esetleg eszedbe jutod? Hát maradnék azért a Kaptafánál, így köldöktől fölfelé látszódnék, de legalább most már tudják, hogy van lábam, meg hogy ezt a lábamat használom is. Úgyhogy ilyen szempontból én azért maradnék ott, ahol vagyok most. De simán belefér. Voltunk itt mi egyéb ilyen rendezvényeken, itt stúdió helyzeten kívül, ahol nagyon érdekes volt, hogy ilyen, hát nem falunap volt, nem azt mondanám, de ilyen kicsit, hogy mondjam, ilyen esztrád rendezvényen énekeltem négy dalt. Nagyon furcsa volt, hogy én híradósként ott állok a színpadon, és énekelek Péter Szabó Szilvivel, de nem volt rossz. Nem igen, volt rossz. Felkonferáltak, hogy a híradós, akinek lába is van. Nézzék meg lába. Van már valamilyen rendőrségi jelentés, hogy hány jogsi ugrott a buli után? Erről nem tudok, de igazából még reggel van. Hallgató. Tehát azért ezek a jelentések kicsit később érkeznek. Ez igaz. Na jól van, hát nagyon gratulálunk nektek. Egyébként az egész csapatnak, mert nyilván baromi nagy meló, de elmondhatjuk, hogy mi nagyon drukkoltunk. Személy szerint egyébként a ti párosotoknak én legalábbis, mert neki helyes volt, mindenki kedves volt, de valahogy ti ezt nagyon, nagyon megérdemeltétek, meg nagyon szimpi nyomtátok végig. Úgyhogy a Szilvének is puszi, és gratulálunk nektek. Tényleg nagyon köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen. Papa Péternek, köszönjük. Ciao, ciao. Megérdemli azt az új kanapét. Vagy legalább mit tudom én, 8 pokoli történeteket, hogy kicsit magasabb legyen. Le kell tennem, mert hiba Kolosi. De hogy
Mi volt? Komolyan mondod, meg dicsért a pappant? Minusz, nem tudom mennyi bónusz húsvét, karácsony felejtel. Vége. Nem, hát ne ide szóálsz el egy gyerekek. Mindig minket azzal vádolnak meg, vagy engem, hogy én állást foglalok egy TV2-s műsor, akkor biztos azért elképzem őket. Közben azért ezeket a megszólásokat is tessék meghallani, mondom én a bulvársajtó jeles képviselőinek, amikor a belerugott, megalázta, beszól című cikkeket írják, hogyha valami közben jó, és egy másik csatornán menj, arról ugyanúgy beszélünk, felhívjuk, gratulálunk, és örülünk neki, függetlenül attól, hogy én RTL-es vagyok, és ez melyik csatornán megy, mert a hallgatóink is nézik ezt a műsort, tehát nem csak RTL-es műsorokról van szó. Szalag címként, hogy Balázs szereti a tévéket. Balázs megdicsérte Pakman Péter. Igen. Ezt írjátok meg. Fúj. Ezt nem fogják. Nem belerugott, megalázta, beszólt. Nem? Na jó, tudod, mit fognak megint? Csak egy mondat. Beszólt Demcsáknak. Fogadjuk. Azért, mert egy hallgató kérdés alapján megkérdeztem, hogy hány jogsi ugrott a tévéket. Erről szó se lesz, érted? De nem is én kérdeztem, mondtam, hogy egy hallgatói kérdés volt, SMS-be jött. 889 a vége, kérdezzétek már meg, hány jogsi ugrott a parti után. Itt a kérdést is lehetett az SMS falon. Balázs műsorában megalázták. Úgyhogy ki nem mondtuk a nevét, tudod. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Juli! Hello, jó reggelt! Mi újság van? Hogy vagytok? Mindez aj, nincsen semmi. Kicsit körbenéztünk az előző órában a Facebookon, megnéztük, dúl a háború, kicsit utána jártunk, Tibi atyák. Te oda vetsz Nórás nekünk. Vagy? Én nem vagyok semmilyen nem igazából. Vagy? Nem. Uh-huh. De és miért szúrja? Oda vetsz Nórát szeretem? Ne, szóval, hogy nem, jó, kösz. Tehát, hogy nincsen kialakult véleményem róla, mert nem olvastam egyetlen könyvét sem. De hát nagyon sokan kedvelik, úgyhogy nem kell azért ezt a csajt annyira. Igen, én csak mondom, mert az eredetieket nem olvasták. De szemét. Mondom, hogy nálunk szerepel gyerekek. Masszív karaktergyilkosság. Nagy nap nekem ez a mai, képzeljétek el. Ma talán végre megkapom azt a hatékony migrén elleni gyógyszert, amire egész életembe vártam. Fél évvel ezelőtt kaptam időpontot a mai napra. Ajajajajaj. Na beszélgessünk akkor erről picit. Micsoda? Csak pár mondat elejéig. Januárban kaptam időpontot, most június. De miért valami speciális vizsgálat New Yorkban? Vagy? Nem. Ez csak a körzeti neurológia. Nem mondod komolyan. Fél évet vártál egy időpontot, de miért nem mentél el egy magára? Nem. Fél évvel ezelőtt jelentkeztem be. Ők akkor kaptam májusra MR-re időpontot, mert hogy feltétel az volt, hogy elmenjek egy MR-vizsgálatra. Kérdezted, hogy merre kell menni, és mondták, hogy MR-re? Na jó. Gyerekek, 9 után is penge vagyok. Merre menjek, MR-re? Igen. Elmentem a vizsgálatra, megvan most már minden lelet, és ma mehetek végre a neurológushoz, aki végre felír valami olyan gyógyszert, ami nem a vény. Hát, vagy azt fogja mondani, hogy nem migrén. Tiltakozom. Tehát ez is simán benne van a pakliban. Vagy elmész, megvizsgál a doktorod, és nem fog vele tudni semmit kezdeni, mert nem, egy csomószor van ez. Igen, persze. Állj, szót kér. Ugye nyilvánvaló egy csomószor van az, hogy az MR nem mutat semmit, de migrén az mégis van. Tehát nem feltétlenül kell, hogy meg tudják mondani az MR leletből, hogy neked miért fáj a fejed. De attól még azt a fejfájást el tudják mulasztani jóféle gyógyszerekkel. Tudod, az a bajom ezzel, hogy persze, akinek migrényem, az tudja, az brutál. Tehát kell szedni gyógyszert, nem tudom, Vikinek is szokott lenni, tehát sötét szoba, hány nyer, fölállni se tud szédülsz, tehát az elképesztő. Csak ugye tulajdonképpen nem szünteted meg az okot, csak a tünetet. Jaj, hagyjál már. Most komolyan mondom, nem. Például mondok egy egyszerű dolgot, ha van egy brutális, olyan felfedezett... Tessék? Igen, mondok egy egyszerű dolgot. Százasszög! Dehogy is. Hogy például van egy nagyon brutális rejtett gluténallergiád, ami szépen szétszette a bélbolyhaidat, és eszed a glutént, eszed a fehérlisztet, nem jössz rá, mert nincs semmi tünete, de belül tönkremész. Ez okozhat egyébként nagyon durva migrén. Az okot nem szünteted meg, csak szeded a gyógyszert, ami jó, mert nyilván ne éljen az ember együtt migrénnel, de elmúlik az a vágy, hogy megfejtsd azt, hogy neked miért van tulajdonképpen migréned, mert ez eltűnik az életből. De nem szűnik meg az ok, tehát a testedből nem jöttél rá, hogy milyen jelzést akar adni a migrénnel. Az esetek 99%-án valamilyen oka, a rejtett okának van, csak baromi nehéz megtalálni. Igen, hát én próbáltam különböző diétákat. Semmi? Semmi nem hatott. Egy dolog hatott most is, az egyébként mindenkinek merem ajánlani, hogy elkezdtem rendszeresen szedni minden nap magnéziumot, és aztán így most akkor nem heti kettő van, hanem mondjuk csak heti egy, vagy másfél hetente egy. Akkor szedjék kétszer ennyi magnéziumot. De hát ez már jó. Ez egy nagyon, az sokkal jobb. Magnézium nagyon jó, képest, ami azelőtt volt, és nekem a neurológus mondta, egy neurológus ismerős mondta egyszer, hogy a magnézium nem olyan, hogy egyszer-egyszer beszed.
kekszedsz belőle, hanem azt folyamatosan kell szedni ahhoz, hogy szinten legyen, és hogy hasson. Igen, aztán egy idő után azért van, amikor már az ember szervezete, hogy túl tolja, és akkor egy kicsit pihentetni kell. Tehát úgy raktál le az ott a Viki, mikor teljes volt szeret magnéziumot, és utána is szedte, aztán elment egy vérvételre, megnézték egy csomó, és rájöttek, hogy így van. Nagyon durván tört van a csak magnézium. Oké, drága anyukat, nagyon jó, rendben, egy picit pihentessük a magnéziumot, meg kimutatta egy sima véreredmény, megnéztek mindenfélét, hogy picit túltolta, de ha jó, akkor persze szedjél, csak én mennék tovább, hogy mi az Istentől van ez. Hát azért ez nem egy vidám dolog. Tehát ma a nagy fájdalom csillapító nap van erre, vársz, hogy meg lesz. Figyelj, aki tudja, aki ezzel együtt élt, ez szörnyű. Egyszerűen arról van szó, hogy a doktorul hallottam múltkor a bondag is megszólalásot, és szeretne vele találkozni. Júlia is MR-ben csinálta már. Volt most valami, olvastam valami cikket, gondoltam rá, nem mentél el? Volt valami nagyon nagy ilyen a szexuális kultúrának azon szubkultúrája, akik szeretik azért a kicsit, ugye, hát, hogy is mondjam, kevésbé természetes dolgokat, egy ilyen kiállítás, egy ilyen gyártelepen, ahol mindenféle ilyen, hát most hogy is mondjam, önmagunkat bántó, másokat szívesen bántó, érted? Tehát BDSM, az SM, és mindenféle olyan, amire tökre el tudtalak volna képzelni. Elmész és elmondod, hogy mit tapasztaltál. Becsomagoltak egymást, fóliaágyba teszik egymást. Okay, Bali, de miért nem küldöd el ezeket? Mert már elolvastam a cikket, és már volt, és az esemény leírásáról olvastam, hogy egy gyártelepen volt, és elment egy újságíró, kipróbálta, kérlek szépen, fóliaágy. Az bizony. 100 000 forint, mint a csirke mellett, lefekszel egy ágyra, ráthúznak egy fóliát, és vákuummentesen így beleszívnak az ágyba. Kiszívják a levegőt ebből a és ágyból. És ott vagy befóliázva. Be vagy fóliázva, és azt mondják, hogy a haladók, azok még résre nyitnak a szájuknak. Aha, jó, hát ők bolondok. Igen. Nem és hanem mondtam, van egy ember, aki egyszer csak leereszti ezt a fóliát, és akkor kapsz levegőt. És viszonylag nagy a lemorzsolódás, de aki túléli, az nagyon ha gyenge kezdő vagy, kérsz egy pici lyukat. Neked van egy vákumozód, nem? Amivel szufidálni szoktál. Viszont a megrendelők sose jönnek visszapanaszkodni, mi? Nem. Megnéztem az interneten egyébként 100 000 forint. Én már utána kerestem. Igen. Egy ilyen fóliát. Ezért nem tudom fóliát. Neked is a mester rossz rendezvéről, hiszen nagyon be volt fóliát. Rohadtul nem tudtam mozgatni a kezem, és csak Viki csak egy pici részt vágott, ahogy tudtam levegőt venni. 100 000 forint egy ilyen fóliaágy, mert hogy van az a fajta, most aberráció, vagy nem tök mindegy, de hát erről beszéltünk, mert semmi durva, nincs embereket befóliáznak, tehát nem mondom durvábbakat. aki attól jön, izgalom, hogy egy ágyra lefekszik, és fóliát húznak rá. Hát nekünk van az a zsákunk, amiben téli holmikat szoktunk eltenni, amiből ki kell szívni. Ez nem ugyanaz, a kis roventádat 1600 wattal is ott nyomod, hogy kiszívja a levegőt, de hasonló egyébként. Hasonló. Na és egy ilyen kiállítás volt, eszembe jutott, milyen jó lent volna elmész. Na a legközelebb, hogyha ilyesmit látsz, akkor küld el. Viszont, nem tudom, hogy emlékeztek-e a történelem előtti időkre a hogy nem emlékeztek? Boldog hős korszakra, amikor még ötös vagyok töriben. Ismerkedési céllal jártatok el valahova becsajozni. Voltak esetleg olyan helyeitek? Latex, nem fólia. Igen. 8 klub. Ahol tudtátok, hogy jó eséllyel lány találtok, partner találtok. Ilyen klasszik randi hely, ahova elmentünk, és azért mentünk, hogy na, ma becsajozunk. Igen, így van. Volt-e ilyen hely? Hát! Kolesz. Kollégiumban jártál csajozni. Lövészálló. De ott laktál, vagy csak József. Random módon bementél kollégiumban. És benyitottál az első szobában. Maga nem itt lakik, nem baj, mindig ezt csinálom. Ismeretlen kollégiumban megyek be. Ben József fogva nőképző itt a Nagyvárad térnél. Bementél és akkor mit csináltál? Bemész és beülsz egy előadásra? Ekkor iskolatások jártak oda, és akkor hát... És viszonylag ilyen 90%-ban ugye óvónők, azok általában nők. Közt is akar ilyen... Na jó, de beültél az előadásra, hogy fölmentél és bekapogtattál szobájukba? Nem, iskolai rendezvények voltak. És akkor úgy. És akkor odaálltál, és beszélgettél oda velük és megpróbáltam a cerkámat. Ebben nincsen több. Hát kicsi vagyok, Jani vagyok, pelenkázatok. Hát, zene szólt, meg volt büfé zsíros kenyérrel, meg hasonló. Igen, a Sote például ilyen volt. A Sote klub, elmentél, és akkor ott tudtad, hogy nagy esélye, ha ügyes vagy, akkor ott azért ott az be lehet csajozni, vagy a Bahnhof régen. Mi az Erzsike? A Bambó, a Sancho, ezek ugye a Portside, hát ezek ilyen klasszik híres nagy budapesti. Ezek voltak ilyen szórakozóhelyek Budapesten, és hát vagy Sote, és akkor hova menjünk? Ugye ezek voltak a klasszik szórakozóhelyek. Hát ott azért úgy lehetett aratni. Na, mert amióta
nem vagyunk a halpiacon. Igen. Azóta nyilván sokat változott a világ, most már egy csomó alternatív ismerkedési program áll az emberek lehetőségére. Én egészen véletlenül futottam bele egyébként egy dob be a közösbe a barátodat, vagy a barátnődet programba. A véletlenül. Jézus Jézus Atya. Ilyen nem volt a történelem És akkor gondoltam, hogy esetleg ennek vannak mélységei, amit érdemes lenne megnézni, hogy mik vannak még. De egyébként ez az este ez úgy alakult, hogy egy barátommal találkoztam, egy haverommal találkoztam meginni egy üdítőt, és mondta, hogy lesz egy házi buli, hogy ugorjunk már be, mert lesz ott egy csomó ismerős. Mi a házi buli, bocsánat? Igen, ez egy házi buli volt. Házi buli. Aha, házi és buli. Bementél, és azonnal... Nem. És ott volt egy csomó ember, kint álltam a konyhában. Milyen korúak? Várj, ez hogy indult? Tehát korunkbeliek, 40-esek, klasszik, ilyen kicsit elfáradt családos 40-esek, akik ilyen egzisztenciális válságonak is keresik az újat. Hát mindenféle ilyen 25-35-ig, 40-ig. Nem csak azért nem mondom, hogy 25 évesen valaki még ebbe család nélkül, tét nélkül beleugrik, vagy az a klasszik 40-es korunkbeli, aki keresi a kihívásokat, kicsit az újat. Várj, nem az, amire te gondolsz. Mert hogy ott, igen, mert hogy ott hát a vágyai az embernek előtörnek. Ugye? Hát gyerekek, te. Én speciál a konyhában álltam egy pohár borral, amikor odalépett hozzám egy fiatal ember, elkezdtünk beszélgetni, és 10 perc után mondta, hogy akkor ő elkérni a telefonszámomat. És mondtam, hogy hát figyelj, nem adnám meg, mert én férnél vagyok, meg van két gyerekem. Mire kicsit felháborodottam, mondta a srác, hogy akkor mit keresek itt. Na várjál csak, hogy tisztázok, bocsánat, én picit leestem alulról. Mert... mondom, tehát hogy igen, én is akkor estem le alulról, mert hogy mondta, hogy ez, hogy nem, akkor ezek szerint nem tudom, hogy ez egy olyan este, ahol a házigazda egyedülállókat hív, és minden egyedülállónak kell hívnia egy ellenkező nemű egyedülállót, el kell hoznia magával egy barátot vagy egy barátnőt. Ja, értem, tehát kicsit olyan, mint a ruhacserebere. Igen, tehát mindenki hozza a volt pasiát, volt barátnőjét. De nem vagy kritérium, a haverját, hogy mi együtt legyünk jelen pillanatban. Nem, mindenki legyen egyedülálló, és akkor sok jó ember, sok egyedülálló ember összejön egy térbe, és akkor mindenki ismerkedik mindenkivel. Maga az ötlet egyébként, ha most jó. Nem azt nézzük, hogy húspiac jellegű, hanem egyedülálló szingli pasik csajok ismerkednek egy lakásban, ez egy működőképes dolog. Én ez jó. Korábban ilyesmiről nem hallottam, de hogy egyébként ez mostanában már nagyon divatos. Úgyhogy aztán végül is viszonylag hamar olajra léptem, mert tényleg nem volt ott túl sok keresni valom. Valószínűleg a haverom is egy kicsit félreértelmezte egyébként ezt az estét, mert neki csak a barátja annyit mondott, hogy lesz ott egy csomó egyedülálló facér csaj, be lehet csajozni. Aha. De azt nem tudta, hogy ez egyébként egy kritérium, hogy mindenki legyen egyedülálló, és egyedülálló barátot vagy barátnőt hozzon magával. Hát most egyébként azt mondasz, amit akarsz, hogy ki ellenőrzi le, most oda megyek, van felesége, nincs. Na, akkor gyere. Szóval, hogy jó, igen, persze, de hát nyilván érthető, hogy nem maradtál, és lakáson belül csinálják? Nem csinálnak semmit. Nem úgy értem, hanem a lakáson belül de milyen a fantázia? De kimondom, hogy csinálják, és egyből arról hát, úgy értem, hogy magát a randi levezetés. Igen, ez tehát, egy házi buli. Házi buli. Igen, igen, hát ez egy ilyen ismerkedési est. Komolyan mondom, miért nem volt ilyen a mikorunkban? Nem? Hát miért az nem az volt ilyen? Volt, de hát házi buli volt, de nem tudod, ilyen. Mi hiányzik, ez pont ez az internetes felület. Mondjam, ma mányi idő. Ez az internetes felület, hogy most van egy egyedülálló ismerős anyukánk, aki fölment erre a T-betűsre, és ott konkrétan az van, hogy egy mondat után mindenki arra tér rá, hogy nálad vagy nálam. És kész. És ha nem, akkor már le is pattantak egymásról. De mi van a romantikával? Mi van arra? Majd romantikázol később, ja, 18 évesen. Tudod, kit érdekelt a romantika? Tettük. Na jó, de ide rá. Azért a Tindert mondod? Azt. Tehát ide klasszik ház, tehát megcsalók mennek föl, nem? Párban vagyok, de tinderezem, vagyis... Nem csak pár van egyedülálló, igen, is, de valóban, de ott érted... De nagyon arról szól. A Tinder az nem arról szól. A viszony az szól arról, hogy ott, hogy párok... Igen, a Tinder az, amikor egyértelműen azért mész föl, igen. Párkereső, tehát ott nem kell, hogy neked partnered legyen ahhoz, hogy regisztrálhass. Nem, hát pont ezt mondom, hogy egyedülálló is tud, meg olyan is, akinek van férje, felesége. A lényeg a szex. Igen, a Tinder az ugye nagyon egyértelmű. Tehát minden ezzel az nagyon jó szólás. Ha nem maragszatok, elkezdek jegyzetelni. Ti annyit tudtok erről a témáról, hogy én igazából szakolni. Tamás, Ilona. Ja, Istenem, hát én ebben nem veszek részt, ebben az erkölcsi fertőben, hogy emberek felmenek internetes honlapokra, ahol egyébként aztán szexet beszélnek meg. Hát hová tart ez a világ? Ki akar egy ilyen csúnya világban élni? Szörnyű. Na, a lényeg az egyébként, hogy egyre több olyan fórum, program lehetőség van, ahol egyedülálló emberek ismerkedhetnek, és itt most már, tehát nem arról van szó, hogy lemész a nem tudom melyik romkocsmába, és akkor ott
próbálsz becsajozni, hanem tematikus programok vannak arra, hogy te odamész, és ott esetleg megismerkedhetsz. Vannak csillagnéző túrák például, már szerveznek ilyen programokat. Megmutatom a Vénuszomat, nem tudom, gyere, nézd meg a kis Jupitert, nagyon játékos. Elmehetsz kirándulni egyedülálló nőkkel, férfiakkal, és akkor esetleg ott nézitek a csillagokat, és akkor egymás mellé. Én szerintem tök jó. Egy 40-esnek, aki nem jár ismerkedni, effektíve sokszor lehetetlen az, hogy valahol megismerkedjen. Tehát mi történik? Most nézzük meg egy klasszik 40-50 éves ember. Munkahely, ha van, ott mondjuk nincs senki. Dízsibe szórakozó erre már nem, hiszen hülyén érzed magad, fiatalok vannak, nem vágysz rá. Mire vágynál? Értelmes emberekkel egyébként valahol egy jóféle programban részt venni, ahol aztán olyanok mennek, akik nyitottak. Igen, ez 100%-ig, hogy kell, de értelmesebbek csillagot néznek, ide mennek, oda mennek, lehet velük beszélgetni, ha kialakul ki. Tök jó csillagot néznek. De nem, most ez nekem annyit jelent, hogy a lány hanyat fekszik. Ne, Jani, de ne! Csillagot néz. Találkozik 10 középkorú ember, 40 éves ember a János egyik kilátó alatt, felsétálnak, dumálnak egy ott, ha valakivel van kémia, elkérdez a számát és randiztot. Hát ez nem azt jelenti, hogy elkapom a sövénybe a bokorba. Persze. Miért? Te meg a János egyik kilátó, de se talál. A legnagyobb túrása. Sziasztok, itt vagyok a János egyik kilátónál. Tudtak annyi taxi telefonszámot. Hogy néz ki az János egyik kilátó, Balázs? Hát egy nő áll olyan, mint hogy a kezében lenne, mint egy hatalmas sörnyitó, nem? De ülj az a szabadság szóval. Nem magamról beszélek, hanem arról, hogy effektíve a korunkbelieknek, ha mondjuk nem mész föl ilyen honlapokra, mint a Tinder, ami azért tényleg nagyon durván a szexről szól, és ha valakivel két randi után még nem fekszel le, akkor kizárnak nagyjából. Nem nagyon van értelmes program. Nem nagyon van értelmes program. Hát nem feltételezzük azt azért mindenkinek az a jó, hogy fölmegy, aztán ide hatalra repülnek. Van, aki még elmenne valahova, és ott megismerkedne normálisan valakivel, nem? Igen. Erre nincs nagyon lehetőséged. Nagyon sok 40-50-est ismerek, aki baromira szenved, hogy hol nem találja meg az újabb nagy szerelmet, mondjuk egy válás után. Nem? De. Köszönöm. Tovább víve ezt a fonalat, alternatív ismerkedés programokat néztem, és belefutottam egybe, amire el is mentem. Nyilvánvalóan én nem akartam ismerkedni, és ezt a szervezőknek is jeleztem, hogy én tulajdonképpen megfigyelő jelleggel mennék oda, de azt mondták, hogy semmi probléma, menjek el, nézzem meg. Ennek a rendezvénynek az volt a neve, hogy Tantra Randi. Vajon mi történik? A tantra randi, a tantra az szex nem, is van, nem? A tantra randi nem egyenlő a tantra szexel, előjáróban ezt nyilván elárulom, a isteni szeretet útja az este, ahol nem a fizikai együttléten van a hangsúly, hanem a lelki kapcsolódáson, az energiacserén. Hű, ez nekem való, már látom. Messziről nézed a nőt, szeretet, és csorog a nyála, várja, világos. A szeretet energiák adásán és befogadásán, tehát ez egy magasabb, ilyen spirituális. Hát ahogy maga a tantra szex is egyfajta spirituális együttléten. Amiről nincs kufirt a tantrában? De csak egy mélyebb valóságot élsz a szexre, mint gyere, kicsim, fordulj meg, támaszkodj a hűtőre. A hűtőre ne támaszkodj. Például nem néztek, nem nyújtok egy ideig egymáshoz, levetkőztek, egymás szemébe néztek, közeltek, tehát meg föl van építve a tantra szex egyébként. Na, hát ezen a gondolat... Sokáig van ennek kezel? Egy hibrid változata, és amikor ugyanezt csináljátok fent a János egy csillagnézőt közben. Mondjuk, igen. Szóval ezen a gondolatmeneten indulj el. Ha tudod, hogy mi az, hogy tantra, akkor nagyjából tudod, hogy itt mire számíthatsz, vagy legalábbis milyen gondolkodású, milyen beállítottságú emberekre. Várban volt ez a program. A program szervezője Gyuri, aki szerintem két tantra lépésre gyere áll a megvilágosodástól. Ő jelezte, hogy úgy készüljek, hogy itt lesz 15 férfi, meg 15 nő, és akkor különböző érdekes gyakorlatokat fogunk végrehajtani. De sajnos 14 nő nem tudott eljönni. És ott álltál egyedül. Ezúttal sem. Ennek is megvan a nevem, a szakzsargonban, nem mondjuk. Igen. Már ott voltatok. Igen, elmentél. Megérkeztem a programra, beléptem az ajtón, ott ült Gyuri egy ilyen bő gatyában. Lakásház. Ez egy lakás, lakás. Igen, egy lakás, egyébként egy szuper jó lakás, tehát olyan, mint egy ilyen templom, nagyon-nagyon érdekes a hangulata volt az egésznek, mindenhol égtek a gyertyák. Ez tök jó, ez bírom. Jó hangulatú volt. Beléptem a lakásba, és volt ott az előszobában egy ilyen kis asztal, ott ült Gyuri, aki egy ilyen földön túli... Az asztalon? Nem. Ja. Földön túli mosolyjal fogadott, és azt mondta, szervusz, és abban a pillanatban oda lépett hozzá. Kimászott valaki az asztalon? Gyuri pedig csak egy mondat, köszönöm, Cindy. Igen. Odalépett hozzám, és megölelt, és így hosszan ölelt. De egy tök idegen ember. Ebben a pillanatban éreztem, hogy nyilván ez a program nem azokat... Hogy eltűnt a tárcán.
Ebben a pillanatban éreztem, hogy eltűnt a Mastercard. Nyilvánvalóan ez a program nem való azoknak, akik... Ebben a pillanatban éreztem, hogy valami a fegyveres testület tagja lett, mert nagyon nyomott a pisztolytáskát. Hogy ez a program nem való azoknak, akik egyszerűen nem bírják azt, hogyha valaki belép a személyes terükbe. Mert hogy itt mindenki egyébként a következő 4 órában az ember, a másik embernek a személyes terében mozogott. Tehát téged levelne a vízét. Nem, egyébként nem, nekem ez az imidzsem, de nem. Tehát a nadisok is például, minden avatás után, így van, a nadisok is, amikor belépsz valahol, ma egyszer látalak ölelkezni. Hát én voltam ilyen nadi, engem nem. Rányítottál egyszer egy kitelepülésen a tükörre, persze. Miért tudom, hogy mit akarsz mondani? Egy életadságú Balázs Molinó. De egyszer dédelgetél egy hajszállító. Nem, a nadisok is például öleléssel köszönnek, az avatást úgy kapják meg, ott megölelsz mindenkit. Hát én voltam ilyen nadin, engem nem ölelgetett senki, tehát valószínűleg. Persze, mert hárman próbáltak leteperni azért. Egyszer elmentem. Mert rákérdeztél a számlára. Aztán adnak ki róla. Nálatok is csak a nőket ölelgette a Gyuri. Nem, van ölelés. Fogadjuk. Nem. Várjál, na, úgy néz ki. De akkor te ilyen ölelkezős vagy. A Nadinál például engem egyáltalán nem zavar. Igen, mi a barátaimmal is megöleljük egymást. Tessék? Igen, Gyuri megölelt. Gyuri megölelt. De aztán bekísért a konyhába. Vicces volt, mert ott volt egy csomó ember. Kicsit összegyűlt a mosatlan, ha már itt vagy. Mindenki ült a földön, szeletelték az almát, a narancsot, a különböző ilyen kis bőségtálakat. Mert hogy mondták, hogy nyilván a 4 órás randi alkalmával fél időben van egy kis pihenő, és akkor ott lehet enni, inni, úgyhogy ezt készítették elő, hogy utána már ott ne kelljen szeletelni. És a lényeg az, hogy minden férfinek kellett hoznia magával egy szál virágot. Wow! És ezt a szálvirágot betették a szoba közepére egy nagy kaspó, egy nagy vázába, és akkor leültünk körbe. Egyébként nagyon különböző féle fajta emberek voltak, elég különböző korosztály volt, magas, alacsony férfi, voltak nagyon-nagyon csinos nők, voltak nagyon egész ronda. Helyes pasik. Voltak egész ellelakottak. Csigahajú húzdriakt veszem őveggel. Voltak mondtál, és lepukkantak. Igen. És akkor Gyuri ugye feltette az elején a kérdést, hogy milyen érzések kavarognak bennetek most? Beszéltek róla egy kicsit. Kicsit falik már, hogy az a nagy darab ember kijöjjön a bugyról. Megtartott az álma. Igen. Kiderült, Zsó, hogy... Elmondta, hogy és akkor mindenki elmondta egy mondatban, hogy hát sziasztok, Juli vagyok, és tele vagyok kíváncsisággal. Tudták, hogy az a Juli vagy? Kérdezték, na, hogy szóba jött? Az ja, igen. Kiderült, hogy... És akkor úgy folytatódott. Egyébként mindenki tele volt várakozással. Egy csomóan voltak mondjuk a csapatnak a 90%-a, aki ilyen visszajáró vendég, tehát ők rendszeresen visszajönnék, mert hogy ez olyan élmény. Mondták az elején. Aha. Hozhatom az antiallergén latex kotonok. Figyelj, az egész megszólás az egyensúlyozásról. Szóval finoman, csak finoman. Szóval is Gyuri mondta, hogy akkor... Igen. Először is minden lány válaszol a középső... Nem. Hatot tudnék rá mondani, nem. Hagyjuk, igen, vázából egy virágot, és akkor így véletlen személy, senki nem tudta, hogy ki melyik virágot hozta, hogy akkor válaszunk egy virágot, álljunk körbe, és a virág tulajdonosa álljon meg velünk szemben. Wow! Uh-huh. Kiválasztottam egy szép sárga virágot, beálltunk középre körbe, egymásnak háttal, és akkor megjelentek velünk szemben a pasik. És akkor Gyuri mondta, hogy akkor most ez egy nagyon nehéz feladat lesz, de a dolgotok csak annyi, hogy 2-3 percen keresztül némán álljatok, és nézzetek egymás szemét. Mindezt így, ilyen hangsúlyal? Igen. Igen? És akkor álltunk, és néztünk egymás szemébe. Kivel? Az adott emberemmel. Gyuri akinek... urúval. Mindenki belenéz a Gyuri szemébe. Akinek a virágát választottam. Ki állt szembe veled? Tehát egy pasi? Igen. Igen, tehát, jó, tehát a nők álltak középen, és mindenki, velük szemben álltak a férfiak. És csak néztétek egymást. És néztük egymást. Álltunk némán. Én itt ezen a ponton éreztem azt, hogy én nem vagyok kellően spirituális lény. Azért, mert azt gondolom egyébként, hogy ugye úgy vannak vele, hogy a beszéd csak mindent összezavar, nem kell kommunikálnunk, hogyha köztünk lévő energiák jól passzolnak egymáshoz, az így úgy is kiderül. Uh-huh. Én nem érzem azt, hogyha valakinek bámulok bele az arcába. Semmi? Attól én semmi. Nem jött, de hogy nem, ott állt, jó pasi volt, rossz, középkorú, idős, fiatal. Figyelj, a probléma szerintem Achilles pontja az, hogy van 15 férfi ott, akiből mondjuk 2-3
négy olyan szimpatikus, hogyha egyedül lennék, uh-huh. akivel úgy szívesen szóba állnék. De nem csak azzal a 2-3-4-jel kell neked gyakorlatokat csinálnod, hanem az összessel. Ja, értem. Aha. És az a lényeg, hogy... Előítéletes vagy. Nem vagyok előítéletes. Lényeg az, álltunk egymással szemben ja, úgy kellett üdvözölni egymást, hogy üdvözlöm a benned élő Istent. Mire ő válaszol, hogy üdvözlöm a benned élő Istent. Egyre jobban tetszik, nagyon beteg, imádom, mindenféle szélsőséget nagyon szeretek, nagyon tetszik. Minden, ami kimozgat a komfortzónádból, az jó, igen? Álltunk egymással szemben, és akkor néztük egymást, és akkor Gyuri egy ponton egyszer csak csilingelt egyet, és akkor a csapat ment egyel tovább. Mi álltunk tovább, és igen, egy kis csengettyűvel. Egy harpofával, hárfám. Egyet csengetett, és akkor az előttem lévő férfi mosolygott, uh-huh. egyet meghajolt, és ment tovább a mellettem lévő nő elé. Aha, és elém egy új pasi uh-huh. került. És akkor utána jöttek a páros gyakorlatok, és onnantól kezdve kezdett kicsit bonyolódni a dolog, hogy kapcsoljuk össze a szívcsakráinkat, és képzeljük el az energiamezőt, ami a másik körül meg. És akkor az egymás mellkasát, amikor az ember összeérinti, vagy a saját mellkasát oda nyomod a másikhoz, hát, vagy hogy? Például volt olyan gyakorlat, hogy akkor a elején még ilyen kezdő gyakorlatokkal, hogy álljunk egymással szemben, és a tenyereinket ne érintsük össze, csak itt tartsuk egymással szemben. Uh-huh. És akkor fogadjuk be az energiákat, illetve adjuk, és aztán, hogy vegyünk láthatatlan energiagömböket a kezünkbe, és simogassuk végig. És mi vajta azt mondta, hogy köszönöd, elég, akkor elmehet? Azt mondták egyébként, hogy semmit, olyasmit nem kell megcsinálnod, amihez nincsen kedved, de nyilvánvalóan ott ülsz a füstölő illatban, meg a gyertyaszakban, meg a szitárzenében, és azt mondom, hogy bocsika, én hátra lépek. Volt, aki félreült, vagy mindenki csinálta? Nem volt senki olyan, aki félreült, de nyilván az, hogy te most beledőlsz a pasinak az ölébe, vagy nem dőlsz bele, uh-huh. mert volt ilyen gyakorlat is, hogy hátra kellett dőlni. A férfi ült a földön, és akkor hátra. Mintha kvázi elkapna, tehát így beledőlne. Dőlnél bele. Mindezt egyébként teljesen felöltözve ruhában, tehát semmiféle intimitás, nem kellett semmit ledobni. Nem, semmit nem kellett ledobni, hogy te hol húzod meg a határaidat, ez rád van bízva. Ha te ott úgy érzed, hogy ez neked már kellemetlen, akkor ezt finoman jelent. És hova fut ki? Tehát hogy hol a vége? Igazából a még egy pár szót arról, hogy miért volt ez nekem egy picit... hogy is mondjam, komfortzónán kívüli élmény, és nem nagyon tudtam vele mit kezdeni. Minden ilyen kis gyakorlat végén az egész gyakorlatot azzal zártuk, hogy megöleltük a másikat. Mondjuk volt ölelkezés. Bőven volt ölelkezés, és akkor egy olyan nagyon jó. 20-30 másodpercen keresztül állsz egy vadidegen emberrel, akinek még a nevét se tudod. Rettenetesen meleg volt, tehát mindenki csatakosra volt izzadva, tehát ez egyébként egy borzasztó dolog, és egyébként ezek közül az emberek közül volt olyan, akit nem szívesen öleltem volna meg, sőt volt egy pasi például, aki kifejezetten büdös volt. És hát akkor őt is így áld. És de miért nem tanulod meg elfogadni a másikat? Ez nyilván egyébként erről szól, igen, hogy ezeket a fajta előtét, ez ne törődj vele, vetkőzz le, öleld meg. Nem akarok büdös embert ölelni. Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, a büdösök is. Nem, egyébként minden férfinek jó szaga volt. Volt egy olyan pasi, akinek nekem nem tudom, nem de fél óra után megkérdezte Gyuri, hogy na, ki a kakuktojás? És mindenki győző, a bűnös. Honnan tudod, hogy így hívják? A program az elvileg egyébként arra fut ki, ja, és akkor volt egy olyan kis szünet, amikor kimentünk, megettük a kis bőségtálakat, ott már láttam, hogy mindenki nagyon emelkedett hangulatban van, és hogy már nagyon sok szeretett energiát kapott, illetve adott, ott már mindenki kint is ölelgette egymást, és mindenki nagyon boldog volt, hogy ott lehet. Visszamentünk, megcsináltuk a második kört. A történet arra fut ki, hogy ha te úgy érzed, hogy valakivel együtt rezegtél, aha. Uh-huh. a csakráitok jól összekapcsolódtak, akkor a program végén oda mehetsz hozzá, és elkérheted a telefonszámot. És győző oda ment hozzád. Én szerintem ezzel nekik, hogy nincs baj. Beteg a sztori, így elmondod. De egyébként meg, hogy tudták-e, hogy ki vagyok. Szóval, hogy álltunk tök csöndben, szól a szitárzene, amikor csenget a Gyuri, szitározott kicsit. És egyszer csak elém áll egy férfi, és azt mondjuk, morning show. Jó, de jó! Benned élő morning show. Te vagy a naphallgatója, de most ölelj meg! Nem tudom, miről beszél. Tényleg, mondta neki. És aztán jött kettővel odébb, egy újabb férfi, aki belépett elém, és ilyen huncut mosoly, azt mondta, hogy nagyon ismerős a hangod. Nem tudom, miről beszél. Tehát végig próbáltál inkognitóba maradni. Igen. Nagyon jó. Az egész este egyébként érdekes volt. Ja, utána megint körbeültünk, Gyuri megkérdezett megint mindenkit, hogy és most milyen érzések vannak benned. Mindenki elmondta, hogy
fel vagyok töltődve. Gyuri hallgatja az adást, finoman totál hülyének van ábrázolva. Te egy újabb karaktergyilkosság. Gyuri szerintem egy Gyuri a debil a sztoriban. Nem. Úristen, mennyire nem lennék Gyuri. És időnként az ápolón letörölt a nyálát. Gyuri szerintem egy ilyen nagyon, hát nyilván sokkal magasabb spirituális szinten van, mint én nekem. Mennyi biztos adnak egy ilyet körülbelül, ha, tehát árban? Egy ilyen, én úgy tudom, hogy egy ilyen 4 órás program, az 4000 forintba kerül. Hát a gyerekek, az nem sok. Micsoda? Hát volt 30 ember, 120 rúgot keresett vele a csávó. Nem ez a lényeg, Feri, nem lehet mindent így nézni, hogy mennyit keres egy Gyuri. Hát ezzel, ha neked ezzel közben a szarra életet, már nem. Egyébként azért tévedsz, mert hogy egy csomó hasonszörű ember volt ott. És tök jó fórum volt ez arra, hogy ők ott megismerkedjenek. Erre azt mondjuk, hogy ez egy normál dolog, hogy a benned élő Isten ölelgessed meg az idegen embereket. Beszélgessél egy agyvérzéses. És még hülye vagy? Nem beszélgetsz, pont ez a legjobb. És még nem is beszélgethess. Csak ez a világ, hogy gyere tinderezni, aztán tinderezzünk, csak az asszony ne tudja meg. Nincs a benned élő Isten egy ölelés, és valakivel együtt rezegsz, odamész, diszkréten elkéred a számát, és fellevitáltok a norma fára. Ez és hogy ugye nem is feltétlenül a partner keresés a célja ennek az estének, hanem sokkal inkább ezeknek a pozitív energiáknak az adása, hogy akarod. Hát tök mindegy. Én ezt bírom. Szerintem tök jó, hogy vannak ilyen programok vagy fórumok. Nyilván nem való mindenkinek. Érdekes volt. De tök igaza van. Igaza van. Hát nektek ez nem való. Ez nem normális dolog. Mi a normális? Mondd meg nekem, mi a normális? Azt nem tudom, mi a normális, de hogy ez nem az az egész. Ezek aztán meggyőző érvek. A Tinder se az, de az, hogy nem beszélsz három mondatot. Egy lakásban nincsen légkondi, csatakíz a győzőkkel ölelkezhetek. Van egy Gyuri, aki egyébként szerintem az egészet kamerával rögzítette, és ma este már ő arra érzi a jó magát. Remélem, be van kötve egyébként. Közben felejtsük egy Gyurit meg a meleget, ha közben valakire ott rárezegsz, és mondjuk érted, megtalálsz valakit, akivel utána szerelembesel, és megtaláld életed párját. Egyébként, hogy vannak tantra babák már. Hogyne? Vannak tantra babák. Akik ilyen tantra babakon is megkettek. Én ezt bírom. Persze, és a végén mondtad nekik, kasszafemülői 102, igen, az adószám nem kell. Na, érdekes, izgalmas este volt. Jó van. Tök jó. Ne csodálkozunk a migréneden, de tök jó, hogy elment. Győzön neved magadra, és egyébként meg szódabikarbonás. Dezodort kell használni. Nekem az bejött. Nem ő volt. Gyerekek, a büdös ember ugyanúgy ember, csak büdös. De nem ő volt, és az se volt igazán büdös. Csak más volt. Én ezt nekem nem. Gyerekek, én a szolgáltatóiparból ilyenek masszíroztatnék, tantramasztat, csak már hozzám egy Juli nevű hallgató bejelent, nem, szárva vagyunk, még nem kell, enged mindegy, egy sold out eladva, nincs kész, tehát sehova nem fognak beengedni. Hát remélem, hogy de. Na jó van, Juli, köszi, hogy elmondtad. Puszilunk, ciao, hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Képzeljétek el, tegnap repkedett a kertünk fölött egy drón. Igen? Igen. És azon gondolkodsz, hogy ki volt, a Bocsi vagy a Hajdu? Hát a Hajdu kicsit arrébb lakik. Eszembe jutott, hogy ki lehetett, ugyanis egy fehér, 4 helikopteres, vagy ez a 4 propelleres, vagy nem tudom, egy fura zajra lettünk figyelmesek. Quadrokopter. Drón. Most mit menőző? Drón. Szóval itt bedobtál valamit, ami pont ide illik. Na, jó, bejött. Van, tehát kvadrokopter. Oké, ez most pont bejött. Jó, na, ez most betalált magjuk is találsz. Jó, egyszer, neked is lehet szerencsét. Basszus, pont benyomtál egy ide illő szót. Drón, most mit ne, kvadró, vagy makró, vagy szeptó, vagy nem tudom mennyi. Na, és mutattál neki blendét? Nem mutattam semmit, mert csak azt vettem észre, hogy ő olyan, mint észre lett volna minket, mert így a kertünk végében lebegett, de egészen magasan volt, én nem tudom ennek milyen optikája, vagy mennyire. Az ásóval. Hozzávágtam a gyerek BMX-jét, de visszaesett a fejemre. Nagyon fáj. Üvöltett a szomszéd. Berepült, lebegett egy kicsit, majd elrepült. És de simán alkalmas már arra, hogy egyébként berepüljenek a kertet fölé, vagy hogy megfigyeljenek. Fehér volt, mondom, és négy ez a quadro. Az, rotornak így. Vissza volt neki. Nem, kopternek. Kopter. Négy kopteres volt. Quadro, kopter. De az a jó, hogy hallod a hangot, hogy jön. Tehát, hogy azért ennek masszív hangja van.
egy olyan 15-20 méterre biztos, hogy fölöttünk volt, tehát nem alacsonyan, alacsonyan szállt, és ott időzött egy kicsit, és aztán elrepült. Na és mi a gyanú? Kiné volt az nem irányító? Nem tudom, hogy kiné lehetett az irányítás, festve? Nem derült ki. Melyik nyomtatott sajtótermék? Bors, nem tudom egyébként, nem tudom, mert ott simán ott lehet. Hogy berepülnek már így a kertedbe? Simán lehet, hogy valaki kíváncsi volt egy picit a magánéletetekre, aztán beküldte a koptert. Komolyan? Persze. Simán. Nem csak fogok venni puskát. Nagyon helyes. Most mondom, hogyha még egyszer bejössz a koptereddel, lelőlek. És aztán a koptert is. Ha semmi csicsa nem volt. Kicsit játszol vele, de addigra már nem élsz, és aztán játszom a koptereddel, majd rádobom a sírodra, és együtt temettek el. Tehát ott nálunk légvédelmi rakétákat fog beüzemelni hozzánk, oda nem jön senki kukolni. Lecsúzlizhatod. Simán le is fogom csúzlizni. Megteheted. Illetve arra gondoltam, hogy betanítok egy gerlét, hogy köpjön rá hálót. Gerlét. Hát vagy mit tudom én, háló. Akkor egy szajkót. Aha, várjál csak. Ne, reális, nem legyen bagolyanak, van köpete. De nem hálót köp, érted? Nem, lesz egy ilyen elfogó madaram, és elengedem, és levadáztatom a drónokat. De tényleg mi van, hogy érted, ott mesztelenül napozom. Nem szoktam, de mondjuk ott kifekszem mesztelenül napozni. Jön a drón. Hm. Én nem akarom a csúnyámat látni a riposztba, ami persze nem csúnya. Gyerekeket bronzba kéne önteni olyan gyönyörűket. És azon gondolkozom, hogy vajon ki lehetett. Hm. És egyébként rájöttem, hogy tök jó kaland átrepülni más kertekbe. Viszont? Kicsit napon, ugye ezt látod valószínűleg egy képernyőn. Nem? Tehát az irányító, ha már nagyon menő, akkor már a joystick irányítója már van egy kis kamera, ami lehet, hogy zoomolni is tudsz, tehát ott kint napozik egy-két háziasszony a sertepertelés közben. Azért rárepülök drónnal. Hát, szerintem mindenképpen érdemes lenne. De lehet, hogy nem erről egyet volt szó. Ha nem? Nem. Hát egy valaki beköpte a 100 méteres feszített víztükröt a NAV-nak. Van a NAV-nak is. Van a NAV-nak is. Ilyen vizsgáló dokok. Tényleg? Simán lehet. De mit néz a NAV? Tehát, figyelj, van egy medencé. De mi van egy medencét, az mondjuk 3-4 millió forint. Azért az még nem 100 millió, meg nem 50 millió, meg nem 500 millió a kertetben. Tehát, hogy azért az még nem egy akkora összeg. Jó, de ott van nagyon a közepén az egy kis sziget a nyári lakkal. Igen, meg a Rolls Royce. Igen, na, most például bennáll egy Rolls Royce, na, érted? Vagy bennáll egy Bentley. Két Continental Cabrio GT. Akkor ott már azért csak elgondolkozom. Meg 3911-es, azt megértem. Igen. Ha egyébként bejönnél leverem, akkor az, én ártatlan vagyok. Na de várj, meddig az enyém a légtér? Tehát ez hogy van? Hú, ezt egyszer pedig beszéltünk. Ezt már beszéltünk. Ugye, amit a földben találsz, az ugye nem a tiéd, nem élünk Amerikában, milyen jó lenne pedig. Tehát megfúrod, följön az olaj, tiéd. Gazdag vagy. Itt megfúrod, hát az állambácsi. Igen, följön, szennyvíz. El is veszi. Nem vagy büdös vagy. Büdös vagy, kozos vagy, állambácsi, jön, elveszi. Találsz valamit, Tutankhamon, fáraójának, nem tudom miért. Aztán nyakig szorosan. Igen, megtalad Attila koporsóját. Jön az állambácsi, elveszi. Na, de ha én lelövöm ezt a drónt, mondjuk, a csúzlival vagy légpuskával, akkor az én kertemben volt. Meddig az én kertem, az én kertem? Az égig. Leszedél kínai kertész. Felvárok a kis passzújkámra, amit ott nevelgetek, mert az égig ér, és utána lelőm. A napig a tiéd. Igen? Aha. Nem, meg vissza. A napig és vissza. Apám mindig azt mondta egyébként, hogy a föld a magjáig ővi a telek. Senkinek semmi köze hozzá, azt csinál lehet, amit akar. És ezt ma már tudjuk, hogy nem volt igaz a szegénynek, de nem ugye annyira. Daninak igaza van, azt írja, hogy venni kellett volna egy drónt fölküldeni, és megnézni, hogy kinél száll le. Uh-huh. Milyen komoly, hogy itt tartunk, érted? Tehát, hogy drón követ drónt, hogy én fölmegyek egy másik helyről, és messziről figyelem a drónt, és megnézem, hogy kinél száll le. Nem? És akkor kiderül, hogy ki akarta megtudni a te kis kertet titkait. Simán. Ez nagyon durva, hogy berepült. Ez nagyon. Ez nagyon durva. Nem tudták megfingatni a gatyánt, úgyhogy rád szálltak. Mondjuk egy kicsit nagyobb falat volt a gatyán, de végül akkor ki legyen! Aztán nekem is van elmaradásom 10 000 társaság hiadó leállt a mai évről. Melyeket akarok? Igen. Igen. Van egy kis hiányom. Igen, de hát. Na mindegy, csak mondom annak, aki beküldte ezt a drónt, hogy ez egy hidegháború. Tehát aha, én ezt most értem, de akkor fegyverkezésbe kezdek. Ha harc, akkor legyen harc. Legyen harc, akkor csapataink harcban állnak. Komoly összeget fordítunk a központi költségvetésből a fegyverkezésre. Maradt valami farsangról vagy szilveszterről? Valami várról indítható? Elindult a fegyverkezés. Tehát mostantól csapataink harcban állnak, ahogy elmondta Nagy Imre, a kormány a helyén van, de elindul a fegyver. Szemben mindig nem laknak? Szemben nem laknak, hátul jött, ez a kert hátuljában. Akkor úgy lőd el mindig a rakétát, hogy ezért, hogy ne kelljen magyarázkodni. Bocsánat, Marika néni! Csak ezért, a drón! A drónt akartam, lesz-e? Hát mindegy, majd felépítjük valahogy. Jó, mindegy. Jövőre is érik az a cseresznye, bocsánat. Hát semmi gond nincs. Hát a láttető az ilyen, belobban.
én mindig mondtam a poroltó. Nem, nem előről jött, a kertünk hátuljában volt, ahol több ház találkozik egymással. Ugye elől azért az autóval megáll, elől berepül. Mi ez, pala? Ja, a kert, nem tudtad, hogy a kertünk hátuljában mindig találkozik három ház? Megbeszéljük, hogy jön, és aztán elmennek. Mindig van három beszélgető ház a kertünkben. Olyan közműves, hogy mindegy. Na csá, holnap akkor ugye. Szóval nem előről jött, nem előről jött. Úgyhogy egy-két nap. Igen. És hozom a drónomat. Hozom a drónomat, csak mondom. Kompromitálódott a drónomat. Nem volt semmi, a Vikivel pásztáztuk a pázsitot. Pásztáztuk a pázsitot, hogy nő a pázsit. Szépen nő? Szépen nő a pázsit. Nagyon, már megelégettük. Megállapítottuk, hogy szépen nő a pázsit. Nem látott semmit, tehát nem volt, nem tudom, mesztelenül vizes törölközővel, a Viki csapdossal fenekelt. Fején farfokával menekülök. Kosan ilyenként felnevet visszaadsz előle. Kapcsolatot a kapjához, jó? Igen, és egy fehér sport előtti zokniban vagyok, csak semmi nincs rajta ezen kívül, és nagyon élvezem, hogy csattanak. És kicsit a csattanások, hely már piros a hátsóbb. Tehát nem volt semmi, de én ezt a légterembe való behatolásnak értem. Ez egyértelműen a sértés. Ezt én vettem, ez behatoltak a légterembe. Megsértették a légterünket, úgyhogy felveszük a kesztyűt. Vagyunk olyan viszonyban a honvédelemmel, hogy esetleg tudjuk riasztani legközelebb a gripeneket? Persze, tudsz légtérvédelmet kérni. Igen, nagyon szívesen kijönnek egy telekre. De van egy ilyen központi segélyhívószám a honvédséghez, hogy 1880-ban jöjjél, indítsák a gripeneket? Berepült egy drón a kertembe? Áthúzára gripen. Gripen forró drót, tessék. Indítsák. Berepült egy drón. Oké. Milyen szándékkal jön egyébként? Horvátos elszállás. Lehet, hogy csak egy ilyen kis pervers tizenéves, aki átjött kukkolni. Nem? Na, a pervers tizenéves már rögzítette, amit a kamerával látott, és fönt lesz az interneten. Tehát a pervers tizenéves ugyanolyan veszélyes, mint a nem pervers 25 éves. Érted? Ez igaz. Ezek tudnak rögzíteni, ezek a drónok? Tehát ez nem csak ez rögzíti. Nem, ennek van valamekkora memóriája, és rögzít. Én nem csodálkoznék rajta, hogyha megjelenne a Vaterán a mikroszín. De én mondom, nem csináltam Lány semmit. Igányi. Na, hát, tényleg. Te mindig csinálsz valamit. Ami neked semmi, az másnak már tudod. Pont elég másnak ahhoz, az életműve. A bukkolt tüzén égjen örökké. Figyelj, ne legyél már rossz fej, csinálj már neked legközel valamit. Ez nem te vagy. Holnap te vagy holnap után mire. Hozom a drónomat. Megőrültök. De ne drónozzál már, mutass neki valami extrát. Ja, úgy érted, aha. Érted. De mi vetközek messzele, menjek föl gyertyába, és mutogassam, hogy ide, szállj le. Mit tudom én, támasztam fel magam gyertyába, szállj le ide, ha tudsz, elkaplak. De mit, mit csinálja? A negyedét annak, amit most a hétvégén csináltatok a haverokkal. Sok lesz az. A Balaton felvidéken. Na, hogy valamit mutassál már neki, hogy hagyj örüljön. Jó. Felirat. Valami nagy, egy nagy kartonra. Azt mondom, hogy kivágok az újságból egy állarcot, felveszlek téged a fejemre, mintha te lennék, levetkőzök messzel, és beputítok neki. Nagyon de közben jó. Nézek rád a te arcoddal. Vagy tolják ki magadból egy ilyen kis koktélesernyőt. Alul vagy fölül? Egyébként, szabadon választ. Egyébként az a durva, hogy ráéreztél, mert tudom nyitni-zárni. Tehát... Na. Szerintem ez akár jó is lehet. Becsukodik. És most ugye ez gyorsabb. Hatszor kinyitom, és hatszor bezárom, mert utána eltörik a pálcika az olyanban. Figyelj, bennem olyan vákum van. Én egy ilyen pár esernyőt kettő török azonnal egy beszívással. Valami kis pluszt. Hagy örüljön már, szegény Nyomi. Hát most fog örülni, mert lecsapok rá hirtelen hátulról egy ilyen elkapott drónnal. Valahogy úgy kellene megijeszteni, hogyha szerezél egy rohadt hosszú létrát, menjél mögé, másszál föl, és amikor megfordul, akkor iszonyú közel rohadt lesz az arcod. És egy ilyen rohadt partvisnél leütöm. A drónon rajta van egy telefonszám, hogyha mondjuk az én drónom beesik egy másik kertbe, akkor add vissza a drónt. Hát szerintem ezen nem lesz, a rendes drónosok fölírják. Tehát kérem, hívja a kis Karcsika 0630, az én drónom. Van ilyen? Hát ezen biztos nem lesz. Aha. Hát... Nem lehet tudni. Nem lesz, hát ha akarsz ilyen felvételeket akkor csak nem írod rá, hogy eladsz a sajtónak, fölteszed a internetre. Lakatos Karcsika harmadik osztályos.
tehát nulló, biztos nincs ez így ráírva. Ha megtaláltad a drónomat, hívd apukámat. Hát de lehet, hogy be is csönget majd a drón. Csókolom, csókolom, Csemeské bácsi, nem látta a drónomat? Te minősködök, takarodj innen. Te vagy az. Te vagy ott, te minősködök. Nem is akartam lefilmezni a seggét. Gyere csak be, Pistike, gyere csak be, gyere egy be, egy állassa. Igen, ha bioszórára kontam a japán cseresznyét akarta lefilmezni, Sebestyé bácsi. A Sebestyé bácsinak tényleg van ekkora medencéje? Az autó magáé, teljesen szép felesége van a Sebestyé bácsinak. Az a gyerek a magáé! És holnap meg kettel jönnek, tudod? Itt legyünk a Sebestyé. Itt legyünk a Sebestyé bácsi, gyere már Pistike, basszus már nem. Tényleg jönnél többen. Fú, basszus. Hol szedik le sasokkal ezeket a drónokat? Most olvastam valahol, valami sasokat inni se van. Skandinavia Airlines. Az valami északi ország. Nem, hogy sasokat, de ilyen a sasokkal, meg a karmaival. Az a reptére van, a karmaiokkal, nem karmaiokkal. A sasokkal és a karmokkal, vagy ennek karvajokkal. Leszedik reptéren a drónokat. A drón, de miért menne egy drón reptérre? Ott nem, hogy beszerzek sast, arra gondoltam. Vagy karvajt. Tessék? És akkor felesével szóljon már a karmainak, hogy engedje már a drónomat. Tökre drága volt. Még beszerezni egy sas nem nehéz, csak el kell menni a mikroszkóp színpontra. Tényleg. Józsi, van egy drón, leszedni. Miért pont rám gondoltál, Józsi? Nem tudod, miért gondoltál. Felesével szóljon Józsi bácsinak, ne engedje már a drónomat. Adja már vissza, Murcus letörte az egyik rotort, az félrehúzott balra, kurva minden anyjába. Szerintem a sas Józsi a legnagyobb drón elkapó. Na jó, elmegyünk egy picit hírezni. Csak mondom, hogy elindult a fegyverkezés. Bárki is vagy, készülj arra. Reszkes. Ma még jöhetsz, ma még nem tudlak mivel eltalálni, csak partvisnél lehet, de holnap után már felrepül az én drónom. És ez a háború elindul. Ez a háború elindul. Szerezzél egy, a hadtörténeti intézetből egy ilyen régi török ostrományút, egy zarbuzánt. Egy zarbuzánt. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Olvashatod, hogy Noszály Sanyi, a drága Sándorunk, akivel mi egyébként nagyon jóban vagyunk, olyan világban él, amely... Az egykori híres teniszező? Az egykori híres teniszező, így van, amiről sokan álmodnak. Néhány évvel ezelőtt úgy áttett a székét Los Angelesbe. Azóta pedig már, hát mondhatni, Hollywood krémjével. Los Angeles, a nagy alma. Így van, Los Angeles, a nagy alma. Így van. Igen, hát tudod, New York, nyugati part. És... Figyelj, mindjárt jönnek az SMS-ek, várom az első. Nem az alma, New York nem nyugat. Na, szóval, hogy Iván Hollywood krémjével teniszezik ő. Legutóbb Novák Djokovic-sal játszott, Leonardo DiCaprio-val is teniszezett, és hát mindenkivel föltöltök közös. Felismert őket, vagy később utána nézett, vagy majd tudod, kivel játszott? Nem tudom, kivel? Nagyon jó a formák keresztje, nem tudom. Én csak arra koncentráltam, hogy üti az enyemest. Szóval, hogy világsztárok, ha játszik a mi Sanyink. Az igen. És ez nagy dolog, mert hogy ő kint azt hiszem talán edzősködik, és mi próbáltuk tegnap elérni, hallottuk, hogy baromi sokan keresik. De úgy néz ki, hogy nekünk sikerült. Volt. De foglalt volt, igen. De nekünk sikerült, állítólag ő most valahol egy pókerpartin ül éppen. Híres emberekkel? Azt nem tudom. Lehet, hogy Vegasban van a világbajnokságon, már nem tudom, hogy megy a világbajnokság. És nem tudom, hol van Vegas, és nem tudom, milyen kártyát játszik. Vegas, Ontario. De azt mondta, hogy felhívhatjuk a személyes varázsunkra való tekintettel, és a kapcsolatunkra való tekintettel fölveszi nekünk, senki, semmi újságírónak nem vette föl, de meg tudjuk szólaltatni, hogy kicsit mesélje már ezekről a világsztárokról, hogy milyen, amikor a saját közegükben vannak, hogy üti DiCaprio a nyesést, és tud-e szerválni, és egyáltalán milyen arcok ők. Nem úgy volt, hogy ő Szeles Mónikával együtt nyitott egy ilyen teniszakadémiát az Egyesült Államokban? Legutóbb, amikor beszéltünk vele, 2,5 évvel ezelőtt, az volt, nem? De, lehet, abszolút. Erre nem emlékszem. Beszélgettünk vele, és ő mondta, hogy a Monika nagyon jó arc, minden, meg hogy igen. A kettőjüknek a neve nyilván elég lesz majd ahhoz, hogy oda menjenek a gazdag egyébként totálisan tehetségtelen palánták, ott hagyjanak millió dollárt, ő pedig majd fürödjön a pénzbe. Lehet, hogy ez így indult, aztán nem tudom, mi lett a tenisz akadémiából, de
De minden esetre azért ez, ez klassz lehet egyébként. Hát. Ez klassz lehet. Hát nem, hogy jó lehet. Ez csak bekocok hozzád Leonardo DiCaprio, és mondja, hogy taníts meg fonákot ütni, és akkor megtanítod Leót, aki egyébként halál közvetlen, állítólag. Nagyon jó arc. Rajta kívül kivel találkozott még? A Djokovic-sal láttam most egy fotót. Azért arra picit így vagyok, azért az jó. Jó lehet. Jó, mondjuk ott azért elég csúnya kalapálás lehetett. Nem tudom, hogy meccseztek-e. Na. Hát Sanyi elverte nyilván. Hát hogyne, persze. Sanyi egyébként kiváló teniszező volt. Na, a kedvünkért felállt a pókerasztaltól. Itt van. Egyenesen Amerikából. Sándor Noszáj! Hello, Sanyi! Szia, Sanyi! Jó reggelt! Hello! Merre vagy éppen, Sándor? Hát ahol élek, ott nagy közben. A Los Angelesben? Na, nem csak az idő miatt kérdezem, csak hogy akkor ott most nálatok éjjel, egy, éjjel, kettő körülbelül? 10-20 este. 10-20. Figyelj, azt az infót kaptuk, hogy te éppen egy pókerpartin ülsz, ez igaz? Barátok között szoktunk játszani két hetente, úgyhogy nem vagyok egy nagy kaszinó játékos, ez inkább ilyen baráti pókerjátékos. És Texas Hold'em? Novák Djokovic, Leonardo DiCaprio, kit értesz a barátokkal? Nem, ők csak itt a Djokovic az a Indian Wells verseny alatt itt a barátomnál lakott két napot, és a pályán edzett. Indian Wells, közeli rezervátor. Úgy került oda, és aztán az ő barátai a színészek, akik ott voltak, és felhívta őket köplatázni. Ez nagyon jó sztori. Gyoko teniszezett, majd megérkezett Leonardo DiCaprio röplatázni. Én nem tudtam, szürreális volt, mert abszolút szürreális volt, a Leonardo megérkezett, meg se ismertem, meg kalap napszeg, és utána a Gerard Butler érkezett, meg ő is napszeg és sapka, és a 300 után nem volt annyira az két a... Igen, azt mondta, hogy this is part, és lerúgta a daiquiri süveget. És mellbe rúgta Leonardo DiCaprio. Figyelj, Sanyi, csak hogy tegyük rendbe a dolgot, ezt tudom, hogy ott élsz, én tudom, meg nyilván, aki például látta a Freddy műsorát, amit én nagyon szerettem, és szerintem tök szimpi voltál benne, ő tudhatja, hogy te most ott vagy, de tulajdonképpen azért nyilván nem biztos, hogy ezt mindenki tudja, te ott élsz, és talán azt hiszem, egy tenisziskolában dolgozol, vagy edzősködsz, jól mondom? Nem tenisziskolában vagyok, hanem privát edző vagyok. Privát edző. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek nincs kedve elmenni, nem tudom, úgy, hogy többen legyenek a pályán, akkor téged kér meg, és akkor egyben megyek bele. Oda. Nagyon, itt mondjuk Los Angeles az idő miatt nagyon ritkán esik az eső, egész évben jó idő van, nagyon sok házban van teniszpálya, nagyon sokan teniszeznek, úgyhogy itt tenisz szempontjából elég ideális hely. És akkor oda mész az ő házába valamilyen hírességnek, mondjuk, azért nyilván azokról tudunk beszélni, hiszen azért őket mindenki ismeri, és akkor ott mint egy órát, két órát simán ütögetsz velük közben. Változó meg, vagy párosozunk, vagy bármi. És hívnak, vagy bemászol, aztán késztények elé állítod őket, hogy már... Bemászol. Tudjátok, hogy jön le az oroszlán a falról. Na. Ne. Lion. Leo, jó, úristen, elmondod ezt Leonardo DiCapriónak? Nem, ezt nem értenéd. Ez nagyon jó, Lion. Sanyi, nagyon jó. Figyelj, milyen arcok ők egyébként civilben? Tehát mit, ha megérkezik Gerard Butler, Leonardo DiCaprio, el vannak zárva, nem fotózzák őket, barátok között vannak. A Gerard Butler az nagyon-nagyon jó fej volt, de az iszonyú szerény, meg iszonyú jó fej volt. Az rögtön megadta a számát, és nem csak a tenisz miatt, hanem mondta, hogy milyen jó lenne együtt lógni. Egy barátom ott volt, a Gábor, ott a Peti, ők is ott voltak velük is, rögtön dumált, nagyon rendes volt. A Leo is normális, egy kicsit azért nem azt mondom, nagyképű volt, de látszott, hogy nem csak az, hogy megnyert az Oscart, más típusú. Aha, tehát ő mondjuk a haverjával vegyült, de mondjuk veletek, akiket kevésbé is vegyült. Meg egy csapatban voltunk, meg pacsisztunk, meg nyert, iszonyú nagy csatában nyertünk 21-19-re, és ahhoz képest, hogy nem egy nagy atléták küzdöttek, meg nagy vetődések voltak, nem azt mondanám, hogy labda zsonglőrök voltak, de mondom, hogy ilyen... És Leo az a harcos típus Leo, vagy akkor, amit mondasz, vagy azért olyan... Ha, néha... pláne a film után, amit, ahol nem tudott meghalni. Két órát dolgozott azért, hogy megkapja azt az Oscart, és az Istenek nem akart meghalni. Mondtam neki, hogy a medve az nem játék. Igen, biztos örül neki. Mondtad, hogy nálunk van ez a mondás. Szivatja ez a medve sztori. Leo, tanuld meg, nálunk a medve nem játék. Egy székely kér. És figyelj, mennyire volt nagyképű, csak adogatni volt hajlandó sáncolni, nem? Nem, mondom, hogy teljes vetődések voltak, meg nagy küzdelem volt.
Úgyhogy hogy nem volt nagy képű, csak mondom, hogy a Butlerhez képest a Butler abszolút lehetett látni, hogy iszonyú alázat, ilyen nagyon jó, nagyon közvetlen volt. Nem azért eleve oda jött, ő is tudta, hogy mi is, én a tenisszerző vagyok, nem, ott kijön a természetükben, most nem az van, hogy egy ilyen olyan helyen van, ahol bárki lehet, hanem de ahhoz képest is lehetett látni, hogy a Leo az egy ilyen kicsit más. Visszafogadta. Nem azt mondom, hogy rossz fej volt. És figyelj, hol van ez, hogy most igény szerint bárkivel bármilyen sportot tűzöl, amit ő éppen akkor szeretne? Tehát, hogy valaki volt. Nem, ez nem arról szólt. Én abban a házban nagyon sokat vagyok, és ott voltam. Én nagyon szeretek röplabdázni, meg teniszezni. Nem az, hogy most pénzért tanítok 40-féle olimpiai sportágot. Igen, ha kell curling ezzel, ha kell falatmászol, éppen amit akarsz. Amit kell. A gyepplatázom. Golfozol, és oroszlánokat szeszel. Figyelj, Sanyi, a Bill Gates-el kapcsolatban is olvastam, fölmerült a neved. Játszottál vele is, vagy ő is meghívott? Vagy lehet ez teljesen falsz info? Minden évben van a Vintage Club, ezt úgy hívják, azt a Bill Gates alapított ott Pán Springben egy nagyon elég club, és ott van a háza. És ott minden évben csinálnak egy ilyen tenisz, hát lehet azon egy tanfolyamat, ilyen 4 napost. Uh-huh. Na és hogy üti az öreg Bill? Ügyes? Ott edző van. Hát, úgy teniszezik, ahogy a Leonardo röplabdázik. Tehát lelkes amatőr. Vagy pingpongra rajongó különben. Aha. Figyelj, és egyébként csajokkal is összekeveredsz, mert oké, hogy most a pasikat mondtunk, de hát azért ott vannak világsztár csajok. Igen, most azért a sportot végre valami. Igen, és azért egészen jó csajok vannak azért. Van, hogy itt, amit tényleg fölhív Sharon Stone, vagy itt a Pamela Anderson, vagy nem tudom, és azt mondja, akkor menjünk teniszezni, vagy volt már valakivel találkoztál? Nem teniszeztem, a Sharon Stone-nak az ügynök az mondta, hogy teniszezik, de ő nem nagyon, vagy nem, szerintem nem is itt él. De különben arról volt, hogy esetleg teniszezik, de nem találkoztam. Aha, és semmilyen más csajjal nem volt? Találkoztam, de nem teniszeztem. De nem teniszeztetek. Aha. Uh-huh. Hogyan tudnánk meghivatni magunkat, Jani, Sanyihoz, ha egyszer Los Angelesben vagyunk? Hát én már nagyon ki vagyok ijedve egy kis röpire. Los Angeles-e. De figyelj, nem úgy volt egy pár évvel ezelőtt, hogy Szeles Mónikával van egy közös vállalkozásotok, egy teniszakadémia? Nem, hát ezek a plekkák, ez már színes ceruza. Nem. Volt erről. De a Mónival különben tartom a kapcsolatot, és jól van. Jó, már mindegy, ha beszélsz el, puszíjuk. Figyelj, és milyen Kalifornia, elképesztő jó, nem? Tehát már ahogy mondod, hogy minden házban van egy teniszpálya, szóval... Hogy... Mondom, hogy attól függ, hogy kivel vagy, de az időjárás az nagyon ideális. Szép Los Angeles. Szokott, hogy hiányozni, mint a Soroksári út, vagy úgy eszedbe jut, Blahalújza tér, és akkor egy kicsit ott... Volt itt is, amikor a Soroksári úton is voltam, valamikor boldogabb, mint amikor valamelyik nap itt vagyok, úgyhogy, de alapjában vagyok marha jó, mert gyönyörű idő van, és szép helyen vagyok. Persze, nem helyfüggő, hogy az ember mit érez mentálisan, csak azért tudod, hát azért akkor már inkább ott a pálmafák tövében sírdogálunk, ahogy szokták mondani. Azért egy klassz hely. Na és milyen lapjaid vannak? Hogy megy? Texas Hold'em? Texas Hold'em, most egy lementem, és most visszajöttem. Na, mondd, mi van a kezedben, segítek, hogy mi, hol jössz? Nem, már följöttem az asztalon, nem fogod beszélgetni. Ja. Mondom, ha batomba vagy kisvak, vagy nagyvak, vagy mondom, akkor emel, tartsd, dobd el. Igen, nagyvak ne legyek. Visszamész, és fel annyi zsetonod van, mint amikor felálltál. És annyi, tudod, hogy van az a mondás, hogyha nem tudod, hogy ki a Balek az asztalnál, akkor te vagy a Balek. Igen, mert nagy. Láttad a Póker Arcok óriási film egyébként. Persze. Jól megy a kártya? Vagy csak amit mondtál a beszélgetésre, egy ilyen kis hobbistán nyomod? Na, én játszottam sokszor, meg egyszer játszottam a világbajnokságon, úgyhogy játszottam. Hoppá! Voltál Vegasban a világbajnokságon? Egyszer voltam, igen. A 10.000-es Hold'emen, vagy melyiken indultál? Igen. Azt a betyárját. Beszettek. Fönn van. Azért ez még fönt van. Fönt van a bakancs listán, hogy egyszer egy ilyen megnézni. Majkával nem futottál még össze? Kint valahol. Majka is sokat van kint. Nem. Tolak. Ott játszottam ilyen meghívásos versenyt, ott játszottunk együtt. Hát figyelj, Sanyi, azért irigylünk. Egy kis tenisz, egy kis röpi, egy kis kártya. Ja, jó ez. Nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk. Tudom, hogy tegnap mindenki téged akart. Képzeld, itt tegnap utánad olyan hajtóvadászat volt, nem tudom hozzád ez mennyire jutott el, de bulvár újságírók keresték a számodat, mert megjelentek itthon a Leós meg a Gyokós képek. Igen, ezért nem szabad kitenni képet. Én mostában nem nagyon raktam is. Igen, másik rádiótól kerestek, hát most nyilván pirom a magunkat fényezem, hogy nekünk sikerült elérni, drága vagy, hogy beszélsz velünk. Lehet, hogy nem kell volna megnyerni az Oscar díjat neki, és akkor nem lesz. Bizony, mindenki tőlünk akartak. Akkor azt mondja, az utolsó visszamezrekkel is, hogy azt mondja a kapitány a Titanicon, hogy van egy jó meg egy rossz hírem. És mondja, mi a rossz hír? Azt mondja, a jéghegynek ütköztünk, és a jó hír 12 Oscar.
Jézus, ne beteg. Jézusom. Figyelj, ez menj már oda süsmellel Leónak, vagy a Gerard Butler nem szerint. Sanyi, nagyon köszönjük. Vigyázz magadra. Puszilunk, kibádunk. Ciao. Hazajössz valamikor? Hazajössz valamikor? Hát remélem, hogy nyáron kislányom nyáron szeretnék Balatonra lemenni, úgyhogy... Jössz Balcsira. Jó van. Oké. Sanyi, köszi, vigyázz magadra. Köszönjük. Jó kártyázás. Ciao, hello, köszönjük szépen. Noszály Sándornak. Figyelj, jó volt. Még egy, persze, igen. Két nyugdíjas beszélget. Tudod, mit gondolhatom? Hogy rövidítik angol a percet? Min? Hogy rövidítik angolul a perce? Most találtad ki. Jézus. Amerika átérve akarom, hogy a tihanyi gombkürgyét írja valaki. Hát azért az jó lehet egyébként. Kicsit teniszezni. Minden házban van egy teniszpálya, képzeld. Nagyon nagy. Minden házban van egy teniszpálya. Hát azért az... Az vagány. És így hirtelen beesik Gerard Butler, és akar egy kicsit röbbiz. Mondjuk, hogy fixaidám, hogy Leo körül ez a sok csaj, ez egy nagyon jól ágyaltolt történet. Valamit ott el kell fedni. És ez a sztori most nekem megadta az íra a pontot. Na, megyünk le, ott röpízni. Inkább röpízzünk. Azt mondta, csak kettesben leszünk. Ki ez a srác? Sándor Noszták. Egy nagyon jó teniszedző, egyébként pokerozni is nagyon tud. Meg van Leo, hogy őt vetődik a kis pocakával. Egyébként milyen durva, nem? Szóval annyira tehetség, és én nagyon szeretem. Tehát lába előtt Hever Hollywood, és közben elmegy röpízni. Kicsit röpízget a volátéjára. Igen, kettő egy ide. Azt ismeritek, hogy jön le az oroszlán a falra? Lájon. Jézus. Jaj, nekem már reggel ennyi elég ez. Nekem ettől jobb kedvem. Nekem most ettől egy kicsit jobb kedvem lett. Ha is annyi elmondott két hicset, negyed az elég. A két festő beszélgetéssel. Milyen az új létlát? Hát egy fokkal jobb, mint a rég. Elmegyünk a legaljába, a rádióműsorok legalja. Volt ilyen csomó rádióműsorban, a napi vicc rovatot, ezt nyomták egyébként. Tehát volt ilyen, az a legalja. Mi jut eszedbe? Tessék? Séróból. Séróból mi jut eszembe? Az a baj, hogy a vadászkutyásat előttem, nem tudok. Várjál, azt mondja, hogy hívják a Orlando Bloom és a barátnői beszélgetni, ezt nem találtunk, jó? Orlando Bloom és a barátnője beszélgetni. Egyszerűs kasszikulózi lány. Figyelj, Hawaii az egy? Nem, két iperi. Egyébként én vagyok a nyomorult, hogy nekem ezt tetszik, látod? Sosem a viccel van a baj, hanem a közösséggel. 2 perc múlva pontosan fél 8. És hát vannak friss közlekedési híreim. Ákos az új hírekkel. Ákos, megjött az új hírekkel. Azt mondja, hogy Pécsett a Mecsek áruháznál személyi autó belehajtott egy buza, még nincs helyszínelé, és M0-áson a 9-esnél van egy terelés, ahol semmi... Belehajtott egy buzba. De most miért kell ilyen kirekesztőnek lenni? Mi? Belehajtott egy buzba. Ja, buzba, azt érted, hogy belehajtott egy búza. Egy búza táblába, ha érted, mire gondol. M5-es Pákozdi pihenőnél kint van a trafi. Balaton felé Dávid 94 küldte ezt nekünk. Ákos, én a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza mi is. Ha van friss közlekedési híretek, akkor hát küldjetek el nekünk. Tessék? Persze, hozzuk a hangszereket. Megint kiúzott egy ufát. Persze, hozzuk a hangszereket. Ma én klarinét hozok. Zsű, megkérdezte, zenéjünk? Mit szerné? Hárfázzak? Játszok neked valamit hárfán? Megyek, behangolom a bencsómat. Van nálam két köcsök, tudod, elkezdhetjük. Nyomni, elég, ha te csak kontrázol. Hát gondoltam, finoman neki menjünk a hírek meg, Zsű. Hát mégiscsak azért úgy. De hát ő laptopom siet? Hát nálam már mindjárt 7:30. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy közösségi oldal azt vetette föl, hogy bejelentkezhetnek diákok és tanárok, hogy elkezdjük témázni egy picit, akik egykoron együtt jártak, illetve tanítottak hírességeket. És ez az ötlet egyébként nagyon jó, a Reddit csinálja. És ugye arról szól, hogy hát jelens be és ír le, hogy milyen volt az a híresség, akivel te együtt jártál. Leonardo DiCaprio, Kanye West, vagy hogy mondják, Kanye West, Mariah Carey, Bill Murray, Paris Hilton. Rengetegen jelentették, hogy az ő osztálytársuk volt az illető.
És ugye azért érdekes a dolog, mert hogy tanárokat is megkértek, hogy egyrészt ugye a diákok írják le, hogy diák szemszögből milyen volt, ugye, aki aztán később híres lett, illetve tanárok szemszögéből, hogy látták az akkor még hát kevésbé ismert, vagy teljesen névtelen sztárjelölteket, akik később ugye hát világhíresek lettek, és óriási karriert futottak be. És hát nagyon helyesek, mert hogy rengeteg óriási siker a bejegyzés, rengeteg komment érkezik, rengetegen úgymond jelentették fel az osztálytársukat, hogy ők egykor jártak ezzel vagy azzal. Azt nem tudom, hogy ellenőrzik egyébként. Nyilván sehogy. De ebben most kamuzni nagyon nem érdemes, mert lehet, de most minek, igen, nem? Tehát ebben azt írod le, amit te valójában megéltél, és ott volt mondjuk veled Leonardo DiCaprio, vagy Kanye West. És végig írják a sztárokról, hogy milyen volt. Mondom, Mariah Carey, Bill Murray, Paris Hilton, vagy Val Kilmer. Kire vagytok kíváncsiak? Paris Hiltonra. Tanárok és diákok jelentettek, hogy milyenek voltak. Paris Hiltonról azt mondják, hogy... Ő ugye talán nem mindenki tudja, hogy ki. Ő az a laza erkölcsű lány, aki hát összefekszik mindenkivel, vannak szexvideói, és... És elég stabil az anyagi háttere. Stabil az anyagi háttere, ugye a Hilton család örököse. Bár őt már kirakták a családból, visszavették, kitagadták, megfosztották az örökségtől. Ott már volt minden. Amikor gondolom a szexvideó megjelent, akkor azért ott sok minden történt. Na, azt írja az ő diáktársam, hogy a milliómos csemete már akkor is egy snob rüfke volt, és mindenkit lenézett maga körül, és csak idősebb fiúkkal randizott. Itt nem tanár volt, aki feljelentett, hanem egy diáktárs. Tehát tulajdonképpen ő már akkor olyan volt, mint most. Igen, nem? Igen, nem tagadta meg önmagát. Igen, nem tagadta meg. Már eleve az is csoda, hogy nem magániskolába járt, tehát hogy nem az volt, hogy volt körülötte egy gyakorlatilag egy teljes tanári kar, és ő meg egyedül ült bent a teremben. Nem gondolom, azért egy jó minőségű fizetős iskola volt az, ahova lehetett apunak betolni a lóvét, de a többiek is ilyenek voltak. És ahol el tudta végezni az osztályt. Mariah Careyt is feljelentették a Redditen. Róla azt írják az osztálytársak, hogy gimis diáktársa fecsegett egyébként, hogy már tiniként és dívaként viselkedett, zsarnokoskodott az osztálytársai felett, beképzelt és kihívó volt, és állítólagosan minden reggel nagyon korán kelt, hogy tökéletes legyen a megjelenésemvel, többet foglalkozott, mint a tanulmányaival. Most nem tudom, hogy ezek ilyen sztereotípiák-e, nem? Persze, hát... én is írhatom, együtt jártam Bud Spencerrel, és mindig kolbásztevet, spagettit, és egy vízilabdalabdával dobáltal talál. Igen, és ha valaki nagyon felmérgesített, és a pofán csűrt, akkor ilyen hangja volt, hogy bussz! Igen. Volt mindig... egy szőke vékony barátja. Egy szőke vékony barátja volt, lóval érkezett az iskolába, és mindig berekedtek. Szóval azért az ember ilyet tud mondani hatot. De higgyük el, hogy ezek igazak, ezek a kommentek. Azt mondja, Leonardo DiCaprio-ról is írtak. Ugye hát mostanában ő szupermodellek gyűrűjében lazul, lehet ezt mondani róla. Ezek közül néhányat lehet látni a Facebook oldalunkon is, ott is egy csomó szupermodell van, köztük egyébként a Noszály Sanyi is. Igen. És hát korán sem volt ekkora sármőr ő régebben. Róla egyébként egy tanár jelentett, hogy nem igazán jött ki a többi diákkal, olyannyira nem, hogy állítólagosan az ebédjét is inkább a tanári asztalnál töltötte el. Tehát, hogy ő magányos volt. Leo oda tipegett a matek tanárhoz, hogy tanár úr, adjon már egy kis helyet itt a tanári asztalnál. Nem az van, hogy ilyenkor már irigykedik rá mindenki, hogy nézd meg, sikeres lett, gazdag lett, jóképű vagy csinos, érted? Milliárdos. Milliárdos, és akkor ő meg ott matek tanárként tölti a mindennapjait valami középiskolában, és akkor ír egy ilyet a Leóról. Hát figyelj, nem tudom. Most miért hazudnál, nem? Irítségből? Szerintem benne van egy kicsit. Mindig oda kérezkedett az asztalunk. Jó, valójában nagyon sztereotíp dolgokat írnak egyébként. Pitizett a kettesére, elég keményen. Igen. Val Kilmerről is írnak, ugye. Róla azt írták, hogy a gimnáziumi dráma tanára jelentkezett. Én szerintem azért ez visszacsekkolható. Egyrészt nem, hát most bemondott, hogy milyen gimi, hogy hívnak, az lehet, hogy vissza lehet csekkolni. Val Kilmerről azt írja, hogy a színész Pimaszk is rohadék volt, ráadásul tehetségtelen is. És ez meg is maradt. Ráadásul tehetségtelen is. És a tanár azt mondta, hogy maga részéről egyébként csak a Doorsban nyújtott alakítását tartott említése méltónak, de pont ugyanúgy kell elképzelni Val Kilmert, hogy milyen volt az életben, amilyenben a Top Gunban, vagy amilyennek a Top Gunban láthattuk. Hát ott tudjuk, milyen volt, ugye Iceman játszott a Top Gunban, és Maverick nagy ellenfele volt, egy pökhendi, beképzelt pilótát játszik, aki kicsit lenézi a többieket. Ez volt Val Kilmer, ezt nyilatkozta róla a gimnáziumi drámatanára.
senkiről nincs egyetlen egy jó szó se hogy ezen a feljelentősön, hogy XY nagyon aranyos volt, mindig megcsinálta a leckéjét, tisztelettudóan előrengette a tanárait. Volt. Ez a miből lesz egy cserepbogár, egy kis nyomorú, kis csíra volt annak idején, mert hogy kupálódott. Bill Murray, Bill Murray-ről jót írnak egyébként. Bill Murray katolikus gimnáziumba járt, és a bezárások számát, illetve egykori rekorder volt. Állandóan elzárták, állandóan bezárták, mindig rossz volt. És chicagói általános iskolába tanította a színészt a feljelentő nagymamája, aki egyébként, aki szerint a filmes teendője ellenére szakított rá időt, hogy elmenjen az 50 éves osztálytalálkozóra. Te jó fej. És szembe került tanárnőjével, a világ egyik legkedveltebb sztárja, azonban megszeppent volt, majd illedelmes társalgást folytatott hajdani tanítójával, eszébe se jutott mókázni a tisztelt tanárővel. Tehát Bill Murray jót írnak. Egy igazi úriember volt. Hát igen, vagy az van, hogy mi nem ismerjük elég jól ezt a tanárnénit. És? Hát, nagyon szigorú volt? Lehet, hogy irgalmatlan sárkány volt annak idején, és még mindig rettegéssel töltött el a kis Billt. 60 éves vagy felnőtt, tudod, már megérted egy csomó minden, de még mindig rettegsz. Még mindig rettegsz a tanárattal, igen. Na, és nyilván most már gondolhatjátok, hogy mire akarjuk ezt a dolgot kifuttatni. Na, mire? Van vele. Te már adtál vért azért, vagy ilyen? Nem, akkor már elájult volna kétszer. Nem, kaptam. Kapod. Jöhetnek a feljelentések. Ó, de jó. Jó? Híres osztálytársak? Nem, névtelenül. Együtt jártam Szabó Zolikával. Egyszer levágta az egy ujját stílfűrészer, és mindig bedobta hárompontos kosárom. Mm. Kit érdekel? Persze, hogy híres emberek. Kála Jós rendszeresen falatozott a bal orlukából a jobb kis ujját. Igen, együtt jártam. Kis Pistivel együtt jártam. Mindig zsíros volt a haja, és hagymaszagú volt. Persze. Drága hallgatók, de hagyatkozzunk arra, hogy őszintét vontok, jó? Mi beolvassuk majd az SMS-eket, nem tudunk utána járni. Írjátok meg nekünk, hogy ti kivel. Te lehet színész, műsorvezető, zenész, milyen volt? És az idősebb generáció is kicsit járassa az agyát. Tehát tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy Demjé Rózsi milyen volt általános iskolában, nem? Vagy mit tudom én, Charlie, vagy mondjatok még neveket, nem tudom, tényleg. Tehát, vagy Balázs Fecó, mit csinált? Balázs Fecó, mi fogszabályzás? Beszökött az énekorán. Nem volt. Beszökött az énekorán, és kicsit lampírozott az ongorán. Klippírozott. Mit csinált? Igen, jó, írjátok meg nekünk. Balázs Fecó, amikor 10 óráját fogyasztotta, nem lehetett mellettem megmaradni, hanem az aljalján. Igen. Vagy mit csinált Deák Bill Gyula? Tehát mindenre kíváncsiak vagyunk. Hogy viselkedett Gergely Robi? Hogy jut eszedbe Gergely Robi? Már akkor is ennyire modoros volt a Gergely Robi. Hogy tényleg, tehát kíváncsiak vagyunk. Van. Mindenkire, jó? Gesztesi Károlynak voltak-e problémája sovány teljes kakaó fogyasztásával? Amit nem vallott be a többi. Igen, észrevettétek el, hogy mindig háromszor epetázik. Jöjjenek a buta sztereotípiák. És így lehajolgat-e az asztal alá, és szívhosszával fogyaszt. Igen, nasson elég egy kicsit. Kétszer eszik-e a kalácsból. Na, szóval írjátok meg nekünk, jó? Tényleg, ha a huligenszesekkel, ha a Havasi Balázsral, ha komolyan mondom, bárkivel jártatok lányok egy. Lányok is jöhetnek. Mit csinált, milyen volt, visszahúzódó Zimány volt. Linda. Zimány Linda járt iskolába? Oda hülye vagyok, tényleg. Doktor, persze, ne viccelj. Te tényleg, Bódi Szilvi. Teljesebb. Bódi Szilvi milyen volt? Szellő is várjátok már. Igen, hogy ugye 14 évesen találkozol a középiskolában, és hogy akkor már látszott-e, hogy Bódi Szilviből lesz valami, vagy egy kis elöldeszka hátulléc volt, de kigyúrta magát. Szellő István, erős Antónia. Neked vannak a 14 éves képei? Hát én láttam róla egyébként. Láttam róla 16 éves korából. Demcsák Zsuzsa. Tényleg, most csak így mondom, Vujt Vrütko. Tehát írjátok meg nekünk, hogy milyenek voltak. Vujt Vrütko, hogy a Pécsen. Nem engedtek senki mást. Az meg, hogy a Trutkónak a lemvéd az M1, hogy írta le? Nem. Nem írta le? Trutykónak írták? Aha. Vujt Vrütko. Nem, ennyi tisztelet van benne. Nem. Leírta így az M1. Jézus. A közszolgálata nevét, ugye volt ez a trianonos, nem tudom. Nagyszerű film, ugye? Igen. Igen. Szóval, hogy és leírták, hogy Trutykó. Jó, hát Trutykó, érted? Amit a egész életében menekült szegény, leírták, hogy Trutykó. Még hogy nem Trutymót írtak. K-val és S-szel írják a Shakespeare-t is, tehát. Elképesztő. Na, szóval, hogy visszatérve Vujt Trutkóra. Jó, milyen volt? Kíváncsiak vagyunk. Pachman Péterrel jártál? Keresztes Ildikóval jártál? Gáspár Lacival? Írjátok meg nekünk. Mit csináltak? Milyenek voltak? Gimi, általános iskola, Ovig nem menjünk vissza, jó? Győzikével. Győzikével, mondjuk.
nem tudom, járt-e iskolában a kisegítő. Na jó, na, és például, Kovánszki Rajmund, alias Roy, a Roy és Ádámból egy nagyon félszeg, visszafogott, nagyon kultúrált, egyébként nagyon helyes, jóképű, dürendürenös frizurájú srác volt annak idején, amikor mi együtt jártunk két évig egy osztályba, akkor én ilyennek ismertem meg. Középsúlyba jártatok egy? Igen, egy nagyon tartózkodó, nagyon visszafogott srác volt. Nem ő volt a társaság középpontja, nem is törekedett nagyon rá. És ott ült a sarokba, és a börtön ablak. Nagyon jó közönség volt. Vett minden poént, vett minden lapot, jókat röhögött, mosolygott, de nagyon, nagyon visszafogott volt és távolságtartó. Igen? Igen. Jó, rólunk is írhatok egyébként, mi azért azt tudjuk csekkolni, hogy igaz-e. Mert megismerjük azt, aki írja, meg ha olyan a történet, akkor azért már beugrik. Úgyhogy rólunk is. Igen. Emlékeztek arra. Gibiben, Mátás iskolában. Láttam Jannik Simpsonával az estén egykerekezni a Brassó utcai általános iskola előtt. Volt Simpsona? Rohadtul nem volt ez. Ja, de hogy volt? Már hogy egyébként hazugság. Babettáztam, viszont babettáztam, érted? Szíveket égettem az aszfaltba. És a csokkereké. Tényleg, szóval ne ilyen irányba menjük, hogy Demcsák Zsuzsa kedvence már akkor is a Dianász cukor volt. Nem. De ezt, jó? Most tényleg legyünk úgy korrektek, hogy azok írnak nekünk, akik valójában mostani hírességekkel, közéleti szereplőkkel, politikusokkal akár jártak. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk, pontosan 44 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Ugye arról beszélgettünk, hogy a Reddit lehozta, illetve megkérte az ő közösségi oldalán, jelentkezzenek be azok a diákok és tanárok, akik egykoron együtt jártak, illetve tanítottak hírességeket. És hát szó volt ugye DiCaprio-ról, meg Kanye Westről, meg Mariah Carey-ről. Kánya. Náluk vidéken ő. Kánya Kata fiatal testvéről. Kanye Westről. Eredit. Paris Hiltonról, Volkimerről. És kértük hallgatinkat, hogy írják meg nekünk, hogy ők kivel jártak, de úgy, hogy lehetőleg azért megnevezik az iskolát is, hogy lássuk, hogy valójában igaz-e. Ugye nyilván hallgatói SMS-ekről van szó, tehát utána járni nem tudunk, de azért az ember tud szortírozni, eldönthető, hogy mi az, ami igaznak tűnik, mi az, ami nem. Szakán Miklósra jártam ugyanabban 8 osztályos gimibe. Felettem egy osztályra járt, de egyszer bementem az osztálytermünkbe, mert volt ott egy barátnőm. Valamit mondtam a barátnőmnek, ő erre elkezdett engem kifigurázni, elmesélt, amit mondtam, és gesztikulált hozzá. Már akkor szeretett a középpontban lenni, többet nem is mentem be hozzájuk, Adri. Ez tök piki egyébként, nem? Tehát ez teljesen egyértelmű. Csipával és Endivel a Szerencs Várkertben szedtük az eldobott dekeket, sutyiban cigiztünk, kb. 5-ben. Csipa zűrös volt kicsi, sok balhéba menne volt sokszor velem. Endi meg mindig dobolt a combjain. Kiakasztva ezzel a tanárban. Úgy mentek fel Pestre, hogy Csipa lógott a vonaton. Gyerekkorunk óta barátok vagyunk. Luki küldte nekünk. Azt mondja, hogy sziasztok, nekem Tóth Vera volt az osztálytárs, amikor a matek tanár megbuktatta, annyit mondott, Vera, a hangodból nem fogsz tudni megélni. Ez nem jött be. Nem. Bajnai Gordon volt az osztálytársam 5-ben Baján, a központos idősuliban. Nagyon kis pedáns diplomata táskás fiúcska volt. Öltönyben járt suliba. Egyébként most is egy hasonló. Annyi maradt meg belőle, hogy mindig taknyos volt. Jó, persze. Tudjuk ezeknek az SMS-eknek a valóságtartalmát, mi nem tudjuk sajnos igazolni, bizonyítani. Elvárjuk és megköszönjük, hogy őszinték vagytok, és tényleg úgy is van, hogy írjátok. Szabó Győző 6 évig volt az osztálytársam, ugyanolyan aranyos, kedves, jó szívű gyerek volt, mint most, ezt Enikő küldte nekünk. Lakatos Márk már másodikban is varrogatott meg hímzett az Ápor utcai általános iskolában. De várj, ott az iskola, az Ápor utcai általános iskolában. Tehát, hogy én szerintem van, ami nem kamu. Jött be és ott horgolt? Nem tudjam. Kis rózsaszín pulcsikat? Nem tudunk utána járni. Litkai Gergőbe jártam általánosba, legjobb tanuló volt, csendes, rendes, most ugye a Duma Színház szervezője és egyébként fellépő, már akkor se volt vicces. Egyébként szerintem a Litkai élőben, tehát jobban ír, mint amennyire vicces élőben. De igen. Tehát, hogy igen, jobb író, mint előadó. Jobb író, mint előadó. Szerintem egyébként zseni. Simán nem tudom róla képzelni, hogy abszolút top tanuló volt, tehát egy tipikus eminens ügyvéd úr. Zimány Linda a Batthyány Lajos gimnáziumban érettségizett Nagykanizsán. Osztályfőnöki órák arról szóltak, hogy nagyképűen mesélte az élményeit. Sosem felejtem el a ballakáson kefir rózsaszín öltönyét.
Ugye hát akkor voltak együtt. Bizony. Akkor voltak együtt. Szerintem ez is konkrét egyébként. Bizony. Párom egy suliba járt Murjenikővel, minden srác szerelmes volt belé, de nagyon zsarnok volt. Párom barátja sírva mesélte el neki, hogy mi lesz, úristen, most, mert hogy beleszeretett az Enikőbe. Mit jelent, hogy zsarnok volt? Ja. Hát, hogy a palika lába előtt hevertek. A 8-os srácokkal vontatott hintón érkezett minden reggel. Igen, mert félmeztelen srácok vontatták a hintót, igen. Csókapici olyan felugrásos pacsival köszönt a Petőfi Gibiber az osztálytársával, hogy 25 év után is arcpirító. Na, ezt például tökéletem. Elkasrunk! Igen. Bálint Antóniával jártam együtt fősulira, rettentően maximalista volt, kifejezetten zavarta, ha csak 4-est kapott valamiből, és nem 5-öst. Nagyon nagy partiarc volt, baromi jó haver a mai napig. Vastag Tomi osztálytársa voltam gimiben, folyton elkésett olyan kifogásokkal, hogy anyukájának el kellett vinnie a lakáskulcsát. Fél évig volt velünk, utána magántanuló lett szerencsére. Ákos beképzelt volt, öntelt, nem sokat változott, a fazekasba jártunk, ezt Emi küldte. Jó, hát ez. Ez is konkrétan tűnik, már nem az, hogy beképzelt, és öntelt, hanem a fazekas, igen. Balog Edina, a Békás Kinga már a gimiben is vonult, mint a kifutó lenne, dobált a vörös dajerolt haját. Szandival járt a férjem egy csoportba, nem egyszer kapták rajta őket a sarokba félrevonulva. Így van. Azt mondja, hogy Havasi Balázsra jártam általános iskolába, minden lány szerelmes volt belé, már akkor is zongorázott, és tövig rágta a körmeit. Na, hogy egyébként nem Havasi Balázs az eredeti neve? Igen. Köszönjük szépen. Ha nem fújt tritko. Gönci Gáborral jártam egy suliba, a világon nincs nála nagyobb segnyaló. Biztos ezt akartam. Nem tudjuk igazolni ezeknek az SMS-eket. Hallgatok. Minden négy évfolyam gyűlölte, az énektanár imádta. Gabi. Na, hát nagyjából ezek tűntek úgymond eredetinek. Jött egy csomó, ami nyilván kamú, meg egy-kettőnek utána is jártunk. Nagyon szertárba hagytam a hangvillámat elszaladni, értem be, aki né! Jaj, Gabi! Annyira kis szorgalmas vagy, na gyere ide, tanár, én ezt kapsz egy puksinak kis barackot. Azt mondja, hogy Hajdú Petivel jártam egy általános iskolába, többször kapott igazgatói rovót a büfé feltöréséért. Most akkor jöjjenek a kamu SMS-ek. Jó, és akkor nézzük meg egy-két fiktív SMS-t. Igen. Galambos Lajos rajta kapták, sokszor lopáson, mindig megfújt egy trombitát. Nagyon jó. Az énekkora szertárából mindig megfújt egy trombitát, persze. Szóval jó, lehet egy ilyen fiktív SMS rovatunk is. Igen, Steiner Kristoffal jártam együtt az ápolónő képzőben. Jó, mert kell egy kicsit gondolkozni, de játék alatt kitaláltunk. Kitaláltunk néhányat, benne vagyok. Na jól van. Hát köszönjük az SMS-eket. Azt hittem, hogy rólunk is írtok, nem jött. Jó, hát te már csak minden volt osztálytársadat elhallgattattad. Vagy fenyegetéssel, vagy egy kisebb összeg. Én találkoztam az egyik osztálytársával. Emlékszel, az Ágival. És ő büszkén vállalta. Általásos. Általásos. Az Terák Ágival. Hát ő nem téged, de ez mindegy. De jó fej volt nagyon. Sebestyén Balázs felett jártam általános iskolába. Egyáltalán nem emlékszem rá. Nagyon jó. Egyen jártam felett, egyáltalán nem emlékszem rá. Egy említhető momentum. Semmi, annyira szürke volt, annyira belesimult a közegbe. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.